kormány mögött, vagy kint az utcán. Itt a Klassz FM-en. Kívánunk mindenkinek, 6 óra múlt 17 perccel. Hello, bello, jó reggelt, Feri, jó reggelt, Jani. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Bello, mi újság? Nem szólalok meg, jaj, elrontottam. Na mi van, nem szólsz, rosszul szólsz? Igen, mert ha azt mondod, hogy nem szólalok meg, igen, akkor már megszólaltál, érted? Az olyan, mint az Activity-be, aki mutogat és közben beszél, ugye? Jó reggelt, mindenkinek szevasztok, hello, hagyjuk a francba ezt a egészet, péntek van, ennyi. Aha, lényeg, kicsit ami dobol. Kifele megy. Kicsit dobol, igen, és akkor jobb lesz. Így van. Hajd abba a gitározást. Ülj át dobolni. Jó, csak tanulj meg. Na gyerekek, itt vagyunk, és a hét utolsó napján vagyunk. Ugye péntek van, úgyhogy már mindenki fél lábbal a hétvégében. Mondom ezt úgy, hogy nyilván sokan még egész nap dolgozva rájuk. De nekünk ez most 10 órakor véget ér, nem kihúzva a gyufát azonnal így bekezdve. De hát jön a hétvége, és már karácsony szent szellemében. Egyre komolyabb karácsonyi hangulat lepi el, burjánzik az egész városban. Tegnap, amikor elmentünk olyan 11 óra környékén innen a rádióból, akkor állították föl itt a karácsonyfát az aulában, ha ezt aulának lehet nevezni, ugye nem túlságosan nagy, de annak szoktuk csúfolni, és éppen akkor ott keresztbe volt fektetve, és az embernek, amikor elhaladt mellett, így hirtelen megcsapta az orrát, ez a nagyon kellemes fenyőfa illat, és abban a pillanatban, ha becsuktad a szemed, akkor olyan karácsonyi hangulatot támad, aztán nyilván Ja, jó, mert ez műfenyő. Nem, megcsaptam, mondom, akkor te már pavlovi reflexekkel élsz a karácsonyi reflex. Meglátsz egy karácsonyfát, jön az illat, beiglíz, mert ez egy rohadt nagy műfenyő. Nem, a lenti? A lenti. Az eredeti. Az eredeti fenyő, és meglehetősen nagy. Tehát, hogy mindig évről évre olyat választanak, ami azért elég komoly. Nem egy ilyen, tudom én, egy parlamenti karácsonyfája után a második. Igen. Az vagyunk mi. Így van. Te ne szaglász, neked nincs szaglásod. Ez igaz. Semmit nem érzel belőle, ahogy belépsz lehet. Tehát már neked érezni kellett volna. Ahogy belépsz az aulába. Semmi. Aha. Semmi. De hogy annyira nem tényleg? Tehát nagyon. Halál komolyan, igen. Ahogy belépsz az ajtón, lehet érezni a fenyőillatot. Gyerekek, ilyenkor kicsit mindig megrémülök azért. Semmit nem éreztem. De tudod, elmondtam a múltkor a felmérést. Azóta vagyok igazán megrémülve. Nincs sor, nincs élet. Ezt még Afrikában bizony beszéltük át, hogyha elmúlik a szaglásod, vagy rosszabbodik, akkor az azt jelenti, hogy korán fogsz meghalni. Beszélte. Gyerekek, annyira nem éreztem a fenyőfő illatot, hogy semennyire. Jó, de ennek vannak előnye, és gondolj csak a férfi budinkra. Ez igaz. Egészen nyugodtan tudok bemenni, sőt kijönni is, mert nem tudom, hogy mit hagyok maga hátra. Hát igen. Ha egyszer őszintén el tudnám mondani. Mi van ott, és mit hagyok hátra magam mögött? Jaj, gyerekek, tegnap megint városban voltunk. Tényleg nagyon szép a város, most meg sokasodtak, sűrűsödtek a programok. Budapest, igen. Este legalábbis. Én nappal kevésbé szeretem, de este nagyon-nagyon élhető, és nagyon szép, és gyönyörűen van feldíszítve. A lágymenyősít megint nagyon szép. Olyan beteg dolgon voltam, hát figyeljetek, ha voltatok már beteg dolgon, tegnap volt az RTL-es családosoknak, ilyen baráti társasággal, ilyen, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen egy garázsban tartott bábszínház. És mindenki, akinek az egy garázsban tartott bábszínház, rendszeresen szürreális az egész, így elmondom, miről szól. Régen pedig költöttek rendesen. Nem, ez nem céges volt, ez egy önszerveződő dolog volt. Akik jobban vannak, és gyerekük van, és évek óta együtt dolgoznak, szeretik egymást, azok elmentek együtt erre a bábszínházas előadásra. A garázsba. Egy garázsba. Kérlek szépen, csinálok egy kis reklámot a helynek, mert nagyon-nagyon beteg az egész. Moszkva tér Fillér utca. Aha, megvan a hely. Fillér utca, elindulsz fölfelé, és a Fillér utca legelején balra ki van írva, hogy bábszínház. Bemész, azt hiszed, hogy jó lesz. És egyébként jó is, de annyira beteg, garázsban, képzeljétek, egy garázsban megcsinálva bábszínháznak, 20-an férnek el, 20 szülő, ölében a gyerekkel, elsősorban végig gyerekek. Nézte, hogy 2 darab ember, egy kb. 60 éves nő meg egy férfi, a garázsban található eszközökkel báboz el neked modern darabokat, mint a piroska és a farkas. Aha. A piroska az egy paradicsom, a farkas az egy sajtreszelő. És megjött bádunk ember, aki egy karburátor, a de nagymama, már nem működik. A nagymama egy hagyma. Jó, eddig és, jó. És amikor esik a hó, akkor fahéjat szórnak így föntről. Egy rettenetesen beszmókolt bácsi, és egy szerintem nagyon trippes néni nyomja ezt az egészet, de valami olyan stílusban, hogy egyszerűen tényleg leteszed a hajadat. Ők élvezik a legjobban. Képzeld el, a gyerekek tátott szája. Mi a felnőttekkel fészkelünk, összenéztünk, csak kösz.
kösz, köszi a meghívást. Kösz Pierre, kösz Kristóf, ma csörögjetek jövőre, és amit tudod, rettenetesen szenvedtünk. Figyelj, a gyerekek tátott szájjal. Arról szól a Garázsbáb Színház, hogy csak és kizárólag a garázsban található kellékeken. Volt egy mese, ahol a gonosz egy régi vasaló volt. És attól félt a bábrongy, hogy a vasaló megeszi. És jött a modern vasaló, amit bekapcsoltak, az forró lett, és elüldözte a régi vasalót, amit azt már nem tudta bekapcsolni. Faszenes vasaló volt biztos a régi. Figyelj csak, és a garázs tulajdonosa tudja, hogy ott előadás van, csak... Hát ezt nem tudom, hogy ez egy ilyen gerilla akció. Mindenesetre a dolgot egy idő után egyébként elkezdett szeretni. És egyszer csak eltűnt hátra a bácsi, néma csönd, és visszajött Mikulásként. És hát ugye ez egy Mikulás ünnepség volt, tehát a gyerekek várták a Mikulást, hiszen jön a Mikulás, és érkezik. Néma csöndben a gyerekem természetesen azonnal... De miben volt olajos kezes lábasban? Nem, az igazi volt. Stílszerű. Az igazi volt. Néha de visszajött Mikulásként, a Benny Vegas, mikor jön már, jó a bábszihez, de kapja már meg az ajándékot, és a gyerekem így... Nem igazi? Átöltözött! Jó ideje. Elmondom, Benny, ne mondod, ez a füves ember. Apuci, hát a bácsi átöltöz, sírtak a röhögéstől a szülők, tudod, azonnal. Majd mindenkit a végén kívtak, amikor lement a báb előadás, és mondja nekem a bácsi, akinek belenéztem a szemébe, és őrület volt benne, tehát mindent értettem, hogy egészen közel kezet fogtunk. Ő, tudod, akartam ilyen szemkontaktust, mondja, hogy ó, te vagy a kis Béni. Ó, és már mész iskolában. Hát mondom, jó van, akkor kedves Mikulás, mondom, Benny és óvodás, de minden rendben van egyébként, Béni és iskolás. Én mondom, Benny vagyok, ő Irma, ő pedig itt a kis Benő. Igen, és akkor jöjjön Béni, hát mondom, Benny, ugye te már iskolás vagy, hallottuk, hogy te már iskolás vagy, mondta a Mikulás, mondom, hát Benny és óvodás, ne törődjünk vele, kapjuk meg az ajándékot. Hát, már mennénk is. Figyelj, szenzációs volt egyébként, menjetek el egyszer, a gyerekek tátott szájjal nézik. Tátott szája. Ezután nem érzem az ingerenciát. Tehát én gyűlölöm a bábszínházat. Én felnőtt emberként utálom a bábszínházat, mert arra gondolok mindig, hogy nézem 5 percig, és mindig elfelejtem, hogy hol tartunk, mert így belefeledkezik. Én rosszul vagyok, amikor felnőtt emberek affektálva. Utálom, gyűlölöm. De ez jó. Kicsit. Aha. Drinkeljel. De neked is kell előtte rá kell tölteni? Valamit. Igyatok a családdal, a felnőttek egy forralt bort, a Vörös Marti, menjetek át ebbe a bábszínházba, figyelj, nagyon jó. És csak felnőttekkel is lehet vajon? Vagy ez egy gyerek nem baja van? Csak felnőtteknek ez nem elég pszichodelikus, tehát hogy azért ehhez több kell már, és szerintem. És nagyon iszunk? Ahhoz már nektek is, ahhoz nektek is több kell. De önmagában maga az ötlet, hogy egy garázsban 20 ember előtt egy ilyen kis, és ott játsszák előtte, tehát nincs mit tudom, paraván meg semmi, látszik a bácsi, látszik a néni. Aha, tehát hozza, ott van a kezében ott a paradicsom, és beszél. Én vagyok Piroska, és megjött a Piroskát. A tízfejű sárkány még kicsirázott krumpli. Figyelj csak, és úgy van a mesében, ugye, mert a nagymama egy hagyma, a farkas az a reszelő, hogy lereszelik a hagymát, akkor van, amikor megeszi a farkas. Igen, lereszelték, és jött a végén a vadász, nem tudom már, mi volt a vadász. Mi volt a vadász, ami felnyitotta a sajtreszelőt. Mert hogy a vadász ugye felnyitja a sajtreszelőt, tehát azért konkrétumokhoz ők ragaszkodtak. Ha visszavarották, elment a kútra inni a farkas, ami egy szerelőakna volt a közepén a garázsnak, és eltűnt benne. A végét nem tudom, mert átadtam a Vikinek a gyereket, és kimentem röhögni a srácokkal egy kicsit, úgyhogy az utolsó 10 percet én már nem tudom, mert kint röhögtünk a srácokkal. Viki pedig bent bírta még a nehezét, amikor már Benny is, meg a többi gyerek is kezdett elszakadni egy kicsit, de a kellő pillanatban egyébként megérkezett. Megérkezett a Mikulás, úgyhogy megtörtént az átadás Béninek, aki iskolás. És Béni hogy dolgozta fel azt, hogy lebukott a Miksi, hogy ez ő nem az igazi? Ő azt mondta, hogy ez nem baj, hiszen hozzá holnap reggel jön majd az igazi. És mondtam, hogy persze, Bennikém, hát vannak hamisak, meg vannak igaziak, holnap reggel hozzád érkezik az igazi, ne törődj a bácsival, kicsit már szenilis. És biztos, hát ő így próbálja még a kicsikkel elhitetni, de hát jön majd az igazi holnap reggel, és akkor megnyugodott, hogy hozzájön az igazi. Aha. Persze az elvette az ajándékot. Akkor éreztem, hogy baj lesz, mikor 15 gyerek volt, és minden egyes jellemzést, amikor kihívta a Mikulás, olyan 4 percet beszélt a gyerekről, és éreztem, hogy mi utolsóként jöttünk, vagy utolsóként kapjuk meg, egy röpke fejszámolás után kiszámoltam, hogy másfél óra múlva még itt fogunk állni a bábszínházban, de akkor jeleztek a Mikulásnak, hogy jó lenne. Az időt, hát, ha eszébe jut az utolsó gyereknek a neve, de aztán nem. Igen, jó lenne. Érintőlegesen megvolt, nem Béni. Béni a kiskolás, hát ezt sose felejtem el. Na, de a gyerek akkor annyira pozitív értelembe vett őrület volt, tehát hogy egyébként jó volt, érdemes volt elmenni. Figyelj, az a durva, hogy a gyerekek nagyon kajálták. Tehát valami annyira mást kapnak egyébként, és egyszer tényleg érdemes szerintem elvinni a gyereket, mert
Jó. Tehát, hogy tetszik nekem. Szerintem, nem tudom, vannak szülők, akik szájtátva nézik a Bábszi házat. Én engem a világból ki lehet kergetni. Én utálom. Ha, amikor én körben néztél, azok a barátaid, kollégáid, tehát mindenki egymáson. Visz összenéztük, röhögtünk, hol vagyunk, tudod, mi történt. De közben nagyon jó ezeket az embereket, akikkel te együtt nőttél fel, meg együtt dolgoztál, meg lassan 15 éve együtt dolgozol, látni, hogy egy gyereket fog az ölébe, két gyereket fog az ölébe, Samuka, Gézuka, Pityuka, ott közben rohangál, rosszalkodik. Na azt hagyjanak, hogy ez most már ki volt. Samuka volt. Direkt nem mondok neveket, nehogy azt mondják, hogy Balázs a rádióban azt mondta a gyerekedről, rossz volt. Gézuka, Karcsika és Samuka. Samuka a leghátsó sorban ült. Szóval az egészben van közben valami nagyon helyes báj, hogy látod a kollégáidat, akikkel jóban vagytok tényleg már szülőként, gyereket öltöztetni, cumi, sír, tudod, és láthatod, hogy ugyanazon az úton megy végig, ne sír, gyere, melegedve, egyén, nyugos. Tehát mindenki megérkezett, szülők nyugosak, gyerekek nyugosak, anyák idegesek, apák fáradtak, tehát annyira klasszik, tudod a képe, hogy megjön mindenki. Aztán a végére nagyon jó hangulatuk is összejöhet. Ha megint mész, akkor azt majd mondd már meg nekik, hogy a hóeséshez a fahéj nem jó, tehát porcukor. Figyelj, jó, ha belenéztél volna ennek a két embernek a szemébe. Ha ennek a két embernek a szemébe te belenéztél volna, te rájöttél volna, hogy teljesen mindegy, hogy most ott fahéj szóródik, porcukor, néha valami levelet, néha valami párnadarabokat, olyan dolgokat vettek elő. Felhívták a Mikulást egy régi tárcsázós telefonon, és elővett a bácsi egy ilyen régi telefonkönyvet, ami elkezdte sorolni a szomszédai nevét, és rájött, hogy Miklósnál van még nem tudom, milyen bácsi, Martonka bácsi, és ilyen, de látszott, hogy ez tényleg bele van írva valami. Hát nehogy eltévessze a szöveget, persze. Gondolom, ezeket ilyen, tudod, ilyen nem is tudom, ilyen lomtalanításokon szerzik, és akkor ebből építik föl ők a kellékeket. Ez nagyon jó, újra hasznosított a Mikulás előadás. Úgyhogy nagyon szórakoztató volt. Tényleg, hogy a végén nem csináltak egy ilyen paprikás krumpli partit, mert a gyerekek így nézéltek, sikít ezt a kollégát. Úristen, megfőzték piroskát és a nagymamát. Igen. Ráadásul fahéjjal milyen íze van a paprikás krumplira. Valamit tudhatnak egyébként, másfél órán keresztül a gyerekek szájtátva figyelték az egészet. Jó, mondjuk a gyereket ebben a korban 3-6-7 éves korig azért még nem annyira nehéz lekötni, mert úgy szeretik ezeket, de nagyon-nagyon működik. Meg ez nagyon hasonlít arra a fajta kreativitásra, amit a gyerekek szoktak előadni, hogyha nincsenek körülöttük ilyen műanyag játékok, vagy már nagyon unják őket. Tehát, hogy ők is előveszik azért ezeket a cuccokat, amiket a konyhában találnak, amit a kamerában találnak, stb. Aztán ők megszemélyisítik őket. Tehát ez nagyon-nagyon olyan, mint ahogy a kicsik játszanak. Ebből lesznek később a szerepjátékok. Tehát nagyon fontos ez a fejlődési Igen. folyamat az ember életében, hogy aztán felnőttként, mikor a szerepjátékokat játsza, itt-ott, tehát amikor vannak ezek a kis értjük, nőrsznek be. De aztán miért értjük, én nagyon értjük, fél hét van, nagyon értjük. Te, aki lelőtted a Mikulást. Tehát én nem, én azt mondtam, hogy szombaton jön az igazi Mikulás. Na de Mikulásról azért lehet beszélni, de értjük, szóval a szerepját. De aztán minden a helyére kerül. A hagyma az olajba, serceg, rántás lesz belőle, stb. Akán. Tehát, hogy... Igen, helyére került minden, de tényleg jó volt. Fél ér utca elején. Hát figyelj, ahogy te beszéltél róla, azonnal indulunk a Jamival. Figyelj, menjetek el, imádnád. Egyébként te imádnád. Somáig megőrülnének. Az biztos, meg a gyereknek tényleg más. Kultúra, kultúrának lehet reklámot csinálni, ha ezésekbe rúgnak, akkor tényleg milyen világ ez? Hát kultúráról lehet, nem? Hát most Bábszi házat lehet reklámozni. És az egész évben dolog. Ez a Mikulás előadás megy, vagy vajon nem, van nem, tavasszal nem, ezt kisdul mi most és a répa? Ezt mi kibéreltük ezt a helyet, ez arról szólt, hogy most ők előadtak egy ilyen Mikulásosat, majd a végén ugye a szervezők megkérték, hogy jöjjön meg a Mikulás, és hozott minden gyereknek ajándékot, de van programjuk, én megkérdeztem egyébként, tehát hogy tudsz foglalni, kicsi a hely, 20 ember fér el, be kell foglalnod interneten, de nagyon profik. Úgyhogy ez volt gyerekeknek, nem? Aztán még kicsit sétáltunk a városban. Tudsz élni. Tudsz élni. Garázs, bábszínház, aztán séta, vettetek valamit már ajándékot? Nem, csak nem tudták, hol tették le az autót. Ja. Igen, egyébként inkább erről szólt a séta. Na jó, menjünk haza. Úgyhogy ez volt. Hogy állunk játékkal, gyerekek? Hát nagyon jól, gyakorlatilag hoztad a heted. Ezt minden túlzást is lehet mondani. Tiéd. Nem. Na, francokat. 3-1. 3-1, és az egyet buktam. Egyet Jani bukott, és 3-at te játszottál. Bizony. Hát akkor tedd föl az íra a pontot. Hm? Én, mikor te ilyen jó vagy? Hát most te hadd pihenjek meg. Hát tőlem nyugodtan. A hétvégét a Szamár környékén szeretném tölteni, nem akarok visszamenni a szemétdombra. Úgyhogy... De hát bízunk a hallgatókra, hogy kivel szeretnének játszani, csak jelezem, hogy Feri még nem játszott. Csak mondom, hogy jó. Azért arra jó, lehet tendálni. Itt vagyok. Játszani, én nagyon szívesen változtatok az eddigi vonalon. Statisztikádon? Igen, és bedurantok egy nemet.
Igen, igen. Nem, mert most nincs ezzel baj. Jól van, drága hallgatóink, írjatok nekünk SMS-t, jó, hogy mi helyzet az utakon, kinek hogy indul a reggele, kivel, mi van, minden érdekel bennünket, ki mit csinál, ki hol volt. Meghallgatjuk mi Ákos híreit, közben lehet jelentkezni SMS-ben a játékra. Ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy-két SMS-sel, mielőtt játszanánk. Kérdezi egy hallgató, hogy Feri, kérdezném, hogy mi van a lábával? Tényleg, hogy van, jársz kezeléssel? Nagyon jól van, nem találtam meg még az üdvözítő helyet, ahol jó minőségben tudnak csinálni. Most megyek majd gerincröngenre, egy alsó két irányú. De jobb híján, mert hogy... Hát most... szóval figyelj, CT, UH, vagy röngen gondoltam, ezek ugyanazok. Hát igen. Az igazi hülye, mi? Úgyhogy azt keresem még, hogy hol van a víz alatti milyen kezelést mondtam nektek? Hát ultrahangot. Na, már is felejtettem. Igen, víz alatti ultrahangra megyek, és akkor az ki fogja hozni. De zsibbad még? Aha, igen. Igen, most mondjuk kivettem a gyerek játékot a cipőmből, ami 2 hónapja benne van, ugye egy ilyen kis ízé, már hát ha az. Cseleri, gerince, meri vagy tröngem? Nem, röngen. Röngenet kérnek. Igen. Igen. Na, én nem vagyok nagy specialista, de abból ott kiderülhet valami. Abból kiderülhet, hogy az sugárzik a lábadba, lehet, hogy ott valamelyik kis kilépő ideg, az ott besugárzik neked. Aki. Valami kiderülhet belőle, lehet, hogy nincs köze a bajodhoz, de valami ki fog belőle derülni. Ezek legalább olyanok. Azt mondják, hogy rendben van a gerinc, az hogy menjen tovább. Legalább kizárják azt, hogy nem egy ilyen kezdődő valami. Úgyhogy úgy, jövő héten fülörgégészetre is menjen. Ott is kiderülhet valami. Fülörgégészet. Amire? A fül. Hol? Hova? Lehet, hogy tulajdonképpen a fül. Aha, hogy a fülhallgatom is jó, csak azért nem hallok egyik oldalra. Az is ki van zárva akkor. És amit mondok még nektek, hogy egy nagy újdonsággal fogok szembesülni hétfőn, amikor megyek a gerincröngenre, egy olyan helyre megyek, ahol csinálnak 40 feletti férfi állatszűrést. Kértem egyet, mondom, végig megyek mindenen, és van dohányzásos mérés, tehát hogy mennyire vagyok károsodva, most megijesztetem magam, és utána készüljé, hogy vörös taré. Nagyon jó. Most elmegyek, azt mondják, Rákóczi. Ajajajajaj, Rákóczi. Be se kapcsoltuk. Ja, akkor nincs van. Na jó van, beszélünk még erről, csak most játszunk, jó? Itt van a játékosunk, akivel a hét utolsó játékát játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, Júli. Elvesztettük a hallgatót, de mindjárt itt lesz, gyerekek, és akkor tudunk játszani. Addig azt nézem, hogy igen, jönnek SMS-ek, hogy ki milyen színházban, Vándor cirkuszban volt, és hol mit látott. Igen, ezzel a 7 óra után foglalkozunk, ugye egy bábszínházról beszéltünk itt még a hírek előtt, egy ilyen kis bábszínházacskáról, és aztán jönnek a hallgatók, hogy ők miket éltek át szintén hasonlóan nagyon bepromozott előadásnál. Azért az, aki elmegy egy vándorcirkuszi előadásra, és a meghirdetett címe a Pókember visszatér, és egy idős dagi néni volt a zsonglőr. És aztán később ő lett a Pókember is, vagy mi? Majd végigolvasok az SMS-eket, minden esetre várunk szülőktől olyan meghirdetett báb előadásokat, cirkuszi előadásokat, ami valami nagyon-nagyon-nagyon felhájpolt dolog volt, és aztán amikor odaértek, szembesültek vele, hogy egy dagi néni a zsonglőr. Mint ahogy ezt írta nekünk egy hallgató. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Larikám, jó reggelt! Szia, Lali! Honnan hívsz minket? Felpillanat, Hajdúszoboszló környékéről. Hajdúszoboszló környékéről. Mozgásban vagy? Igen. Félre tudsz állni? Headsetről beszélek. Tessék? Ja, a headsetről. Headset. Azért csak óvatos. Nem annyira jó hír nekünk a headset, mindegy. Ha tudsz, akkor állj meg, létezik, akkor vegyél át minket. Jó, kivel szeretné játszani, Lalikám? Balázsa lett. Már indítom is az órát. Hú, látnátok, hogy néztem a Julira. Hú. Jó, játszunk, jó. Oké, mehetünk? Persze. Jani? 3, 2, 1, fejön! Itt vagyok, Lalikám, figyelek. Kérdeznél, vagy kérdezek én? Kérdez nyugodtan. Mit szállítasz? Mesélj nekem arra, hogy hova mész, mit csinálsz? Szerviztechnikus vagyok, takarítani megyek per pillanat. Takarítani? Így van. Mit takarítasz, mit csinálsz? Eszterga gépeket. Az, hogy szerviztechnikus vagy, az mit jelent pontosan? Műtőfolyadékokkal foglalkozom. Mivel? Műtőfolyadékokkal. És ilyenkor ezeket viszed magaddal? Dehogy is. Ezek ott vannak. Ott vannak a helyszínen? Így van. Egyedül csinálod, vagy van társad?
kollégákkal szoktunk. Többen mentek ki a helyszíre? Persze. Most per pillanat kettem. Ott ül melletted? Külön kocsival járunk. És aki jön mögötted, vagy megy előtted, vagy hogy van ez? Sokkal messzebb lakik, mint én. Messzebb lakik. Így van. Ah, francba, szép volt! Mehet, hogy jövőben vissza? Nem, azért az messze volt, vagy messze van még ettől. Lali, Lali, aranyos, hogy ez az arcoskodással, de gyakorlatilag az egy percből 51 másodpercet a Balázs beszélt. Igen. Nem akarom védeni, de úgy csinálta meg az egy percet, hogy ő sem mondta ki, ugye? És ez már nekünk örömhír. Úgyhogy nem kell visszamenned, maradhatsz állva a szamár mellett. Jó. Jó, mert ez szerintem ez a, amikor döntetlen, az nem igazi kikapás, tehát nem rontottad el. Elfogadom. Jó, azért csak igen, hogy átva innen vagyunk. Elfogadom. Lalikám, viszont te ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, gratulálom neked. Köszönöm. Tényleg, ugye volt egy kicsit passzív, de nem ahhoz... Nem volt gyors. Nem voltál gyors, de a passzivitáshoz több kell, vagy kevesebb, ahogy szoktuk mondani, úgyhogy megadjuk neked. Köszönöm, jó? Szépen. Határeset. Köszi a játékot. Köszi, sziasztok! Ciao. Ciao! Hello, hello, hello. Akkor így, tehát 3-2? 3-2 ide. 3-2 hoztuk. Múlt hét meg 3-2 volt oda. Visszavágtunk. Ennyi. Ennyi. 2 perc, pontosan 7 óra. Ákostól jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szia Feri, hello Jani! Hello, 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 drága hallgatók. Itt vagyunk a hét utolsó napját, kezdjük el. Illetve pontosabban már el is kezdtük, ugye, és sok mindenről beszélgettünk. Nagyon sok megfejtés jön a játékra, látjuk. Nem sokára kiderül majd, hogy ki a nyertes. Vannak közlekedési híreink is, egyelőre nem sok, ami azt jelenti, hogy szárazak az utak, jól járható, mindenhol az út, és nincs nagyon komoly baleset, útlezárás, esetleg autópályazár, hál' Isten. Annyi van, hogy az egyes úton Komáromban a MOL LTP, a MOL lakótelep, van ilyen, hogy MOL lakótelep LTP-nél radaroznak. A Trafi Hunterre is feltettem, ezt SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. A fűzítő felől érkezőket a vasúti átkelő után mérik Komáromban. Ez ugyanaz lehet, csak egészen pontosan megkaptuk. Köszönjük szépen, és hát tulajdonképpen már ami a közlekedéseket illeti, jelen pillanatban ennyi a dolog. Viszont a napközben ide fölhívnám a figyelmet a fővárosban, nem tudom, hogy ki autózott közületek, illetve hát bocsánat János, tehát hogy egy ember autózhatott csak tegnap, hogy elkezdődött a karácsonyi őrület. De komolyan mondom, nem értem, de már az van, hogy az összes bevásárlóközpont környékén állnak, érted, az emberek a kocsival mennek, jó, logikus, mert hát nyilván haza kell vinni az ajándékcsomagot, de már látható az, hogy még 8 körül tudsz hussanni napközben reggel, aztán kész, vége, és így oda vonza az embereket a bevásárlók között. Igen, és káosz van, és nem tudsz parkolni, és ölik egymást az emberek, és tudom, tegnap mi is éreztük ott a Mamut környékén, jöttünk, mentünk, figyelj, őrület van, tehát egy helyre hárman ugranak rá, és ember embernek farkasa, mindenki öli a másikat, a szeretet ünnepén rohadjál meg, álljál már ki, hadd álljak be a helyedre, nem? Igen, és aki beállt arra az egybe, boldog karácsony, anyám! Igen, te szemét, az én helyem volt, én indexeltem. Igen, rájöttem, hogy a karácsony megfejtése nem más, mint hogy a családon belüli szeretet erősebb kifejezése, viszont ember ember ellen nem, hogy nem fejezi ki jobban a szeretetet, sokkal inkább még ember embernek farkasa, és ölik egymást, nem? Bármiért képes vagy kiabálni, bármire képes vagy fölhúzni magad, bármire képes vagy megugrani, úgyhogy vigyázzat mindenkinek, ne menjetek vásárolni. Nem kell, ennyi. Meg kell venni. Uh-huh. Vegyétek meg. Így legalább lesz parkolótok. Fogadjuk, hogy neked mindened megvan már. Nem, gyakorlatilag semmi. Itt összedőlt a világ, csak szólok. Ne, tehát december 4-e van, vagy 5-e, hát hova? Az előkészítés nagy mesterénél. Nincs oda. 22-ig válogat a leértékelések között, 23-án még egy kicsit vacilál, 23-án este egyet berendel, 24-én visszamondja, 24-én délelőtt megvesz mindent. Ennyi. Leértékelve. Hát ki van ezt találva? Leginkább a karácsony utáni árleszállításokat szoktam megvenni a karácsony ajándékokat. 12 év a virágot úgy nevelik, hogy január 3-án jön a Jézuska. Ennyi. Azt sem tudja pontosan, hogy mikor van a születésnapja. Össze-vissza kapja az ajándékot van, igaz, is. Egy nagy van január 6-án. Egy nagy. Az a szülcsirácsonya, hogy írta itt nekünk tegnap valaki. Hát csak a buta vásáró 24-e előtt, nem? Meg kell várni. És aztán karácsonyozni január 5-én. Milyen akciók vannak már karácsony után? Érted, hát két ünnep között a legnagyobb. Igazad van. Nem szabad ezt elkapkodni.
Beszélgettünk itt egy Báb előadásról, és jött egy-két helyes SMS, csak ezeket még beolvasnám. Pinocchio előadás, a róka folyamatosan a hülye szóval illette a másikat, és kétszer megütötte a fülemet, az ezt megszívtuk kifejezés, így a tünde. Modern. Igen, mert hogy hallgatóinkat arra kértük, hogy írjanak nekünk olyan előadásokat, amikre elmentek, és csodálkozva vették észre, hogy nem az várta ott őket, amire számítottak. Mi egy elsős osztályon mentünk színházba a Momó című aranyos mesejátékra. Ott az összes 6 éves gyereket leültették, és a színház vezetője közölte, hogy változik a program. Most a Forró bugyik előadást Azonnal el is kezdték, úgyhogy nem tudtuk kivinni a gyerekeket. Maradt utána bennük kérdés. De nincs smiley el, tehát ez komolynak tűnik. Igazából. Forró bugyik, van ilyen előadás? Hát azt írja, forró bugyik. Aha. Durva. A Momó főszereplője lebetegedett, és ott volt a teljes táb a forró bugyikra. Hát elnézést, kedves gyerekek, a forró bugyik. Forró bugyik előadás, kapjátok, igen. Voltam a kisfiammal egy vándorcirkuszi előadáson, valami olyasmi volt a meghirdetett címe, hogy Pókember visszatér. Egy idős dagi néni volt a zsonglőr. A következő fellépő egy tögös csaj volt, aki egy striptease-hez hasonlót adott elő, tekergett ide-oda kígyóval és kígyó nélkül, volt fűrészelés, meg minden. Majd bependeredett a színpadra egy pókember, és vetődött jobbra-balra egy hálóval a kezébe. Na, jó. Ez jó, mert én azt hittem, hogy az idős néni a pókember, és hát picit ilyen gyengébb formában tért vissza. Igen, a kisfiam felröhögött, hogy anya, ezt nem hiszem el, a pókember a dagi mama, és még egy csomó minden más. Kisfiam kb. Akkora lehetett, mint most a Benny. Ilyenkor a legőszintébbek, nagyon vicces és hihetetlen volt, Rucsi. Miért nem a mama volt a pókember? Sokkal tényleg jobb lett volna. Hát visszatér, de nem a legjobb formájával, hát most ennyi. Érted? Ruha lesz, pedig bárki lehet, nő vagy férfi, nem? Igen. Egyébként az Instagram oldalunkra feltettem a tegnapi kis Garázs Színházból egy röpke jelenetet. Tehát sajnos nem a legbetegebbet, de feltöltöttem egy 10 másodperces kis részt a bácsiból meg a néniből, ahogy egy sámlin szánkoztatják a rongybabát. Mert sámli volt a szánkó. Kérték ezt egyébként? Nem ők kérték, hogy meg tudnád tolni az előadást? Ne figyelj. Jó, mondjuk a kultúrának mi mindig helyet adunk. Hát nem. Hát mire van az Instagram oldalunk, ha nem arra, hogy kultúrára neveljük a szülőket, és elmenjenek garázsbábszijázba. Nem mondtam még, hogy rokonok a bácsi meg a néni. Mondtam még, hogy a nagyanyám és a nagyapám csinálja, nagyanyám csinálja ezt a színházat. Na, gyerekek, olvastátok, hogy mi lesz a kombinon? Hát na, megy végig a vonalon, lehet közlekedni, felszállsz, leszállsz. Udvariasi egy ellenőrzés, vagy mi? Hát nem is én járok BKV-val. Hát ez... Én? Te jársz BKV-val. Na nem olvastad, hogy mi lesz a kombinon? A Wi-Fi-re gondolsz? Hát végre. Hát, anyád. Már bocsánat. Ez nem a kombinónak szól. Ez szerintem ez nagyon jó. Ez nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog szerintem. Egy olyan pozitív dolog. Csak hát, hogy miért a kombinon? Mi legyen? Vagy hogy érted, hogy miért a kombinon? Miért a kombinon? Miért nem egy olyan szerelvényen, olyan tömegközlekedési eszközön, ami mondjuk települések között közlekedik? Mert azért, hát nem tudom, kombinon nem olyan túlságosan hosszú. Van. A vonaton van, igen, de a híven. De nem azért van a kombinó, mert hosszú, azért van, mert naponta 4-500 ezer ember megy kombinóval, vagy 300 ezer, valami brutális számot olvastam. Tehát tudod, az mi lesz megint? Nem. Az lesz, hogy az emberek majd egy megálló helyett 2-3-at fognak utazni, főleg az olyan függők, mint te, illetve hát te nem, mert autóval utazol, de a hozzád hasonlók, akik fel fognak szállni mondjuk a Blahán, és ahelyett, hogy mondjuk a 32-esek terén leszállnának, ahova egyébként tartanak, ők végig fognak menni egészen a végállomásig. Mert hogy ingyen wifizhetnek. Jó, ez beteg, de az is beteg, hogy ti erre vagytok rágyógyulva. Gyerekek, nagyon helyes, támogatok mindenféle wifit mindenhol. De miért? Wifit a népnek. Már így is el vagy idegenedve mindenkitől. Minek? Tehát micsoda? Már nem beszélgetsz barátaiddal, Viki minden reggel sírva jön be, hogy megint függött a férjem egész este mindenféle tartalmakon, hogy nem kell, de komolyan. Wifit a magyarnak. De miért? Jó, még mi legyen? Ülésfűtés, minibár? Hogy hát inkább ülésfűtés. Italautomata, csoki. Én nem értem ezt a wifi függőségeteket, de tényleg. Tehát, hogy ott van. Hát nem maradhatunk le semmiről. De miről maradsz le? Nem maradsz, semmiről nem maradsz le, majd megnézed este. Én mondjuk nem járok villamosról, én inkább autóba járok, de tennék egy rútert az autóba is. Mert egy csomó helyen nincs 3G. Nagyon a szolgáltató butítja. Rólad azt is el tudom képzelni, hogy ha elég jól sugároz az a wifi, akkor ott fogsz haladni a kombinó mellett. És rácsatlakozom. Megyek mellette, megáll a kombinó. Bocsánat.
Én nagyon-nagyon-nagyon helyeslem ezt a dolgot. Hát ne vágjuk el a magyar embert, a tömegközlekedőt attól, hogy ő tudjon internetezni. Legyen a vonaton wifi, legyen a villamoson wifi, legyen mindenhol wifi. Az a bajom, hogy nem jól használjátok se a wifit, se az internetet, mert az lesz, érted, hogy ül sok bamba a villamoson, tisztelt a kivételnek, igen, aki rácsatlakozik majd a wifire, és posztolja a Facebookra, hogy az egyes villamoson ülök. És... Na most várjatok azért, nem tudom ti milyen internet felhasználók vagytok, de azért nem csak posztolni lehet a wifivel. Tehát, az hogy a bajom, hogy a legtöbb ember ezt használja. Internetes portálokat tudsz megnyitni, el tudod olvasni a leveleidet, hát ez szuper, egy tök jó dolog. Hát gyerekek, ez nagyon jó, jó, de ne így legyen már fogadó órád, legyen az otthon, vagy munkahelyeden. Én most gondolkozom, arra gondolkozom, hogy oda költözöm valahol a sinek mellé, ahol rá tudok csatlakozni a BKV wifi-re, fel tudom törni, mert biztos az lesz a jelszó, a kód, hogy BKV 001, tessék? Hát valamelyik végállomás jöhet szóba, mert ott mindig áll bent egy villamos. És az folyamatosan sugározza a jelet, akkor oda, szépen oda mész mellé, viszel egy ilyen kis horgásszéket, letelepszel rá, érted? Gyerekek, ha ahogy lesz ingyen wifi, engem a Moszkva téren megtaláltok. Ott újítják közben, ott üldögélek, mindig átrakom a kis székemet, hát jó az, hát ingyen. Nem jó, nem jó, párok vannak fönn, aki látsz, együtt szállnak föl, leülnek a fiú meg a lány, és mind a ketten lógnak a rohadt okos telefonjukon, ahelyett, hogy szépeket mondanának egymásnak, hogy beszélgetnének, hogy csókolóznának, hogy, és ne gondoljuk tovább, mert azért a villamos van egy határ ennek a dolognak, hogy az a bajom, hogy már annyira rá vagy gyógyulva erre, hogy veled nem lehet elmenni egy helyre, ahol nincs wifi. Hát elvonási tüneteim vannak, az biztos. De ha wifi nincs, és van 3G, még jó vagyok. Ha nincs 3G, már kezdek kicsit remegni, elkezd rángatózni a számszéle, ránézek a telefonomra, 2 percenként a kezembe veszem, leteszem, szomorúan konstatálom. Tegnap az első dolgom a bábszínházba az volt, megnéztem, van-e 3G. Aztán nem 3G-ztem, mert a két gyerek ült az ölembe. De azért, hogy tudjam, hogy minden rendben van. Miről maradsz le? De most tök őszintén kérdezem, ha egy órán keresztül nincs internet hozzáférésed, miről fogsz lemaradni? Kézzed semmiről. Hát akkor de, meg... De hogy tökéletesen jó a kérdés, beismerem, az ég egyadta világon semmiről. Akkor semmiről nem értem, hogy minek. Tehát nem értem, hogy nem tudsz lekapcsolni. Tudod, mi a baj? Már az agyat se tud erről lekapcsolni, hogy wifi. Igen. Wifi, nincs wifi. És rájövök 10 perc után, hogy újra megnéztem a telefonomat, és nem történt semmi. Újra aha, megnéztem az e-mailjémet, frissítettem. Úristen, Jézusom, megszakadt a wifi kapcsolat. Frissítek, de semmi változás. Ja, mert nincs semmilyen változás. Wifi van, viszont nem történt semmi. Elolvasok 3 internetes portált, rájövök, hogy még csak új hírt se tudtak feltenni, semmit. Úgyhogy én tudom, ez szörnyű. Hát ez egy betegség. És én nem járok kombinóval, és mégis annyira mosolyogtam, amikor elolvastam, hogy wifi lesz a kombinó. Hát, ha egyszer lerobbanunk valahol a kombinó mellett, fel kell ülnöm a kombinóra, és lesz wifi. És egészen más, hogy fogom eltölteni azt a pár percet a kombinón. Mint ha mondjuk nem lenne wifi. Mert a 3G az ugye, ha gyorsan mész, akkor az ugrabugrál azért. Ja, mert a kombinó elszalad a 3G elől? Nem, ha gyorsan mész, akkor egy idő után a 3G-t ugye nem tud befogni. Tehát ha 100-zal mész az autóval, akkor ugrál, ugye, és nem biztos, hogy jó. A wifi az egy egyenletes dolog. Ebből tudod, mi lesz, hogy vállalkozók, kisebb vállalkozások, stb. Fel fognak költözni a villamosra, mert gyakorlatilag a teljes ügymenetet ott tudják majd bonyolítani az ingyen wifivel. Na, például ez is. Úgy lesz tömegközlekedés, vagy úgy lesz tömeg a villamoson, hogy nem rendeltetésszerűen használjuk. Igaz van a Jánosnak, amit mond. Hát na most a sötét középkorba akarjátok visszadobni a kombinókat, hogy ne legyen wifi. Hát most ez milyen világ ez? Hát legyen csak. Hát ez az élet rendje, hogy fejlődünk, megyünk előre. Na de miért a kombinók? Na most egy nagyon picit komolyra fordítva szólt, akkor miért a kombinókat fejlesztik? Miért nem fejlesztik egy picit a peremkerületekben lévő tömegközlekedési eszközöket, vagy például a hévet, amit már az előbb említettem, aha, ahol mondjuk cirka 50 perc a menetidő, mondjuk egy mit tudom én, egy csömörös hát vezértér szakaszon. Mert nem mennek annyian. Na de ott lenne igazán indokolt. Hát miért, ha felszállok a Moszkván és leszállok a másik oldalon a Petőfinél, hát ez is azért egy fél óra. Mindig ezzel a kombinóval reprezentálnak és elfeledkeznek arról, hogy azért vannak itt peremkerületek is, ahol szintén szükség lenne. De most gondoljatok bele, így most mindenki beszélget, így most mindenki zsizseg. Felszállsz egy olyan villamosra, ahol néma csönd van, nem kellemesebben utazol te? Ahol... Jaj, ne! Hát ez tényleg. Tényleg sokkal nagyobb, még a légy zümmögését is meg lehet hallani. Hogy fordítod ide? Az elidegenedés nagy követel leszel ezzel. Mivel? Hogy szeretem az internetet? Hát most ez én be is ismerem, hogy függő vagyok. Hát de, most de ezzel mit csináljak? Hát most ezzel nem tudok mit csinálni. Legalább réseket hagyjunk a falon, érted? Ahol esetleg azok, akik szeretnének emberi kapcsolatokban élni, és nem az okostelefonjú. De aki függő egyébként, az nem attól lesz nem függő, hogy ő most nem kapja meg a wifi-t, aha, mert az leszáll és internetezik, felszáll és fölcsatlakozik a 3G-re vagy a 4G-re. Tehát annak csak egy plusz kielégülés, hogy ő most tud ott wifizni. Egyébként meg rengetegen akarnak majd felcsatlakozni, valószínűleg miatt nem hát is fog nagyon működni. Tessék?
De most miért zavarok téged, ha én miért zavarlak benneteket, ha én vifizek? Mert tudnánk dumálni, érted? Színházi előadásokról például, hogy... De mi van azzal, aki egyedül utazik? Azt most kivel beszélgessen? Nem mindenki utazik párban, gyerekek, a legtöbb ember a BKV-n egyedül utazik. Egy jó könyvet, vagy két új bábot, és bábozza magán. Kifelé az ablakon. Nem tudom, mi történt a BKV-n, mi volt a változás, de hát azért a BKV-n egyedül utaznak az emberek. Ritkán mész ott családdal, persze mész gyerekkel, viszed a gyereket reggel, de azért a legtöbb ember, ha megnézed, felszáll, kapaszkodik, áll, leszáll. Nem, ők csak elidegenedtek már egymástól, ők valójában együtt vannak. Szóval ezzel szerintem az ég egy adt a világon semmi baj. Az alapvető udvariassági szabályokat is ezek után tudod, mire fogják majd, hogy a fiatal... Ne legyetek már ilyen papások, hogy minek wifi a kombinóra, inkább beszélgetünk. Igen, ott ül a fiatal, majd meglátod. Ott ül a fiatalok most se adják át a pappereknek és a mammereknek. Ez nem wifi kérdés. Hely, de ez wifi kérdés is, mert így lefelé fog nézni a hülye okostelefonjára, érted? És nézi az internetet, és észre se veszi, hogy egy szegény, az jól nevelési kérdése, hogy anyád elmondta neked, vagy nem mondta, hogy kisfiam, tessék át, ez nem wifi kérdés, hogy te most jól neveled, vagy volt gyerekszobád. A wifi, mert ott ülsz, érted, kényelmesen a meleg kombinón télen, és van wifi. Nem fog leszállni. Emberek fognak oda költözni a kombinóra, majd meglásd. Ez jó, az, amit nézzék a két oldalt a házakat a körúton, gyönyörű szép házak vannak, nézzenek kifelé, nézzék, hogy milyen rendezett lett a város, stb. Jaj, ne legyetek már ti, akik egyébként BKV-ztok, ennyire álszentek, hogy nézzék a házakat, amikor én BKV-ztem, 26-szorra mész aznap oda, 26-szorra mész vissza, és minden héten 5-szor megteszek. Mellett mész el, hogy nem is emlékszel rá. De most mi, te futár voltál, hogy 26-szor mentél egy helyre, vagy mi? Hagyjál már egyszer oda mész a munkahelyet, és aztán egyszer visszajössz. Én csak arra gondolok, hogyha valaki minden nap villamosozik, és minden nap felszáll a villamosra, azt már rohadtul nem érdekli, hogy 26-szorra megy el a Moszkva tértől egyébként az Andrássy útig és vissza, mert naponta egyszer megteszed 5 éve, akkor már nem nézed házakat, hogy süt a nap. Hú, de szép a Podmanicki, jó, de szép a Király utca, jó, de szép a Margit híd, jó, de szép a nem tudom micsoda, érted? Hát akkor már ülsz a villamosra, az bámulsz. Hallgasson zenét, magyar zenét, és vegye meg, ne töltse le. Miért nem azt mondjátok, hogy akkor olvasson inkább könyvet? Vagy... Most mondtam az előbb. Ja? Tehát az, hogy beszélgessen, azt az érveléseteket porrázúzom, hogy mi van az egyedül utazókkal. Az beszélgessen a másik egyedül utazóval. Na, az aztán az ideális világkép. Jó napot, uram! Hogy van, kér? Mit gondol arról, hogy? Kopjál már előre. Kb. Ezzel a válasz, mondjuk ebben. Ezzel én sem tudok nagyon azonosulni. De miért nem próbált ki holnap uram, reggel? Uram, elnézést, meddig utazik? Utazom én egészen a Moszkva térig. Jó, uram, akkor játszunk egy játékot. Mi volt a napjának a legjobb része és a legrosszabb? Mi nevetett? Aztán mi volt a legszomorúbb? Barkóbázzunk egyet. Fekete-fehér, igen, nem tessék? Hagyjon már békén. Mit akar tőlem? Adjak pénzt, nincs pénzem. Egyébként nem életszerű. A párkapcsolatok, érted? Ott ismerkedsz a villamoson, egy gyönyörű lány ott áll a másik forgóban, és akkor te átsöndölsz hozzá. Itt lesz, figyelj meg, itt lesz ez a kirakat villamos, ebbe aztán minden lesz, érted? Ez már ilyen 5 csillagos villamos járat lesz, máshol meg fűtés sincsen. Ezen meg minden. Wifi. Ilyen most fűtés, tudjátok, milyenek vagytok, mint két ilyen, ültök a Muppet Show-ból a két öreg, igen. És hová tart ez a világ, hogy a fiatalok már a villamoson is wifiznek, hát micsoda elitekenedés ez? Még azért mi nem beszélünk így, de Jani is mondta, hogy hát a fiatalok meg hát nem tudnak egymással ismerkedni, hát nem ismerkedsz a villamoson. De hol ismerkedsz? A villamoson ismerkedsz? Hány csajt szedtél föl te a villamoson, Feri? Hát annak idején azért tudnék mesélni. Élni, hogy itt ad, de hogy oda kellett lépni. Nem úgy ismerkedsz, hogy te is wifizel? Jó, akkor wifizz, szia! Mi az e-mail címed? Majd így a Facebookon fönn vagy? Megböklek, bökjél vissza! Én nem úgy bögtem annak idején. Oda mentem, azt utána hamarosan bögtünk, érted? Azzal egyetértek, hogy a fiatalok sokat lógnak az interneten. De legyen wifi, gyerekek! Ne legyen wifi! Ne! Kell az! Nincs azzal! Nem állhatsz az élére egy ilyen mozgalomnak, ami a sötétség felé visz. Hidd el, hogy aki függő, az wifi nélkül is függő, aki viszont szeret internetezni, annak segítség, hogy van függő. Gyerekek, valaki nem attól lesz függő, vagy nem függő, hogy a kombinón egyébként van-e wifi, mert az leszáll, és azonnal megnézi a telefonját, ahogy a legtöbb ember, sajnos a fiatalok is, okostelefon függő, e-mail függők, Skype-olnak, Facebookoznak, posztolnak, sajnos függők, ez már egy társadalmi jelenség, ez egyfajta betegség. Ha egyfajta kábítószer függőnek, nem adsz kábítószer. Picit nagyot ugrottunk azért az ingyenes wifi-től. Mindegy, függő, nincs anyag, akkor nem anyagozik. Nincs wifi, nem wifizik. Ha azt mondod, hogy azok az internet függők, akik villamosan utaznak és nem találnak wifit, összefirkálják a villamost, akkor megadom a wifit. Rettenet,
ezt, így nem, ezt az érvelésedet nem tudom porrázúzni, de rettenetesen primitív internet felhasználók vagytok, abból a szempontból, hogy azt gondoljátok, hogy csak akkor használjátok az internetet, amikor konkrétan érdekel benneteket valami, és nem csak akkor, amikor a kezetekben van, és van. Nem arra gondolok, nem csak selfizel azért az interneten, tehát mondjuk megnézel hétvégére egy báb előadást, mondjuk elolvasol egy hírportált, mondjuk megnézed a kedvenc mozifilmedet, hogy hol játszik, tehát nem arról van szó, hogy naponta egyszer. Fiatalok ülnek és szelfiznek a kombinón, hát azért azt felnőtt emberek használhatják értelmesebb dologra is. De figyelj, esküszöm neked, hogy amikor elindul ez a wifi-s cucc, én fölmegyek az internetre, otthon a kábelesen, a betárcsázóson, és össze fogom neked gyűjteni az összes ilyen selfie oldalt, ami arról fog szólni, hogy itt ülök a kombinón, wifi-n keresztül küldök nektek a falaszemugra képet. Ez lesz, majd meglásd. Majd meglásd, és nem az lesz, hogy gyerekek, ültem a kombinón, interneten Shakespeare-t olvastam, és érted? Tehát, hogy nem az a baj, hogy a világ nem így működik, hogy én hiszem, hogy te egy ennyire nagyszerű férfi vagy, bár az előbb fél órában ezt lezúztad ezzel a wifi függőséggel, nem jól fogják használni. De mi van az ingyenes hotspotokkal, hogy minden városban már ez a dolog arról szól, hogy telepítsünk hotspotokat, hogy föl tudjál menni az internetre. Gyerekek, ezt a fejlődést ezt nem tudod lassítani azzal, hogy ne legyen wifi a villamoson. Hát Londonba, mindenhol az a lényeg, hogy sávszélességet tudsz használni, hotspotok vannak, fel tudsz csatlakozni, utcán tudsz internetezni, skype-olni tudsz, elérhető vagy. Hát ez sajnos erről szól a világ, ezt lassítani nem tudod. Szereted, nem szereted, ez rendben van. Lehet elítélni, vagy szeretni, vagy függeni tőle, mint én. De lassítani ezt a dolgot nem tudod. Az a turistának van, tudod, hogy ott áll Londonban, és meg akar beírja, hogy London eje, és akkor megmutatja, hogy merre van meg Tower Bridge. Ezt beírja, azt akkor tudja, hogy merre kell menni, érted? Plusz anyát föl tudja otthon hívni Skype-on, hogy szia drágám, itt vagyok, vigyek-e neked ajándékot, érted? Most hát, meg az a baj, hogy úgy érvelsz, hogy nem tudok mit csinálni. Ákos, te wifizel? Én nem értem a Ferit, hogy... Nagyon jó, köszönöm Jézus, szépen, de, éreztem, hogy nekem kell szólalnom. Hogy lehet a villamos, hogy lehet a villamoson ismerkedni? Én, figyelj, nem, én szia, sértem. Hello, merre mi? És nézed a wifin valóban a híreket, de nem köszönöm. Hát még nincs, úgyhogy nem tudod, de hála Istennek, hogy lehet. De nem kell, mert hírfüggő vagy, te itt hírezzél, érted? Itt, írjál korrekt, tisztességes híreket itt, de a villamoson... A villamoson meg vigyek újságot a hónom alatt. Olvasgass újságot, nézz föl néha. Nézd bele a napsütésbe, a téli, tegnap tudod, milyen idő volt. Öregek már belefáradtak, nekik érted? Ez a világ már nem való, ők analóg srácok ebben a digitális világban, mi már digitális gyerekek vagyunk, analógok. Egyébként este képzeld el, hogy én wifi tiltásra teszem magam, mert a hálószobánkban nincsen wifi. Ugyanis valami olyan beton szerkezet van a házban, hogy oda nem jön föl a wifi. Na az egyetlen értelmes dolog, akkor majd és van a házat. És kértél rá bontási engedély? Nem, most tegnap felvetettem a wikinek, hogy mi lenne egy külön ilyen kis átvívő rútert felszerelnénk, hogy legyen nagyon csúnyán nézett rám, úgyhogy ezt a dolgot elvetettük. Viszont nincsen 3G-se, úgyhogy a hálószoba az egyetlen olyan pont a lakás, ami teljesen internetmentes, ugyanis csak E-betű van, nem jön be a 3G-se. De már hetek óta nem is alszol ott. Úgyhogy kiköltöztem a nap. Nem, ott olvasás nem tudom, van. Nekem elég 1G is a nejemben. Gyerekek, milyen 1G? 3G-ről most megyek át 4G-re, hogy még gyorsabb legyek. Most kérek új szímet. Hát fájó ez nekem. Fájó ez nekem. Nem, ne legyen fájó. Ülj le egy kicsit. Ma, ha hazamész, menj be a hálószobádba egyedül, ott nincs internet, ott és gondolkozz el azokon az értékeken, amelyeket ma átadtunk neked a Jánossal. Így van. De azért nyilván lesznek majd kivételek is, mert ha például majd ugye a kombinó villamoson, a wifi-n 6 és 10 óra között mondjuk kommentelnek a mi Facebook oldalunkon, illetve mondjuk lájkolják az Instagramunkat, akkor az jó, az oké, az még belefér. Wifi keresztül lehet már rádiót hallgatni? Hogyne? Hát persze, hogy lehet. Wifi-t a kombinóra! Ha nincs wifi, akkor is van 3G-d. Tehát, hogy azért nem értem ezt a wifi ellenséget, mert ha nem lesz wifi, én ugyanúgy föl tudok szállni, csak lehet, hogy néha megszakad, de netezni, ettől függetlenül is tudok a villamoson. De kevesebben neteznek azért 3G-n, az fizetős. Hát a 3G van egy adatkereted, egy adatmennyiséged, de az a wifi azért jó, mert nem a saját adatkereted használod. És akkor a wifi ingyen jön az internet. Így van. És van sofőrszolgált, aki majd viszi mellette az autót neked. Te átszállsz a villamosra wifizni, ez meg az autót viszi melletted valaki. Jó, azért csak mondom, hogy olyan emberre vitatkozom internetről, aki azt mondja, hogy és a wifi szolgáltatása ingyen jön az internet. Tehát azért megvan a kulcsszó. Tehát azért ott az vannak komoly hiányosságok. Tehát, hogy így fölülsz, és akkor így megnyitsz oldalakat, mondjuk telefonon meg. Feri, te focizzál a ludlábbal, vagy mit van neked? A disznóhólyagot, azzal játszál. A ludlábbat nem a ludlábbat nagyon kellemes sütemény, én azt gondolom, ne focizzunk vele. Akkor
akkor a disznóhólyaggal, vagy mivel, szágba tegyük. Mivel futballoztál gyerekkorodban? Disznóhólyaggal. Disznóhólyaggal. Nem gyerekkoromban, még tegnap is. Játssza, az a fél hét múlt, vagy fél nyolc múlt, pontosan 5 perccel Ákos hírei után Óven bácsival és Berulinvel játszunk, lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek, a hét utolsó napján vagyunk, karácsony előtt egy pár nappal, hastáncosok pedig az egyik kereskedelmi csatornán. Így és legalább van valami jó is abban a műsorban. És ugye arról beszélgettünk, hogy mennyire rossz az, most nyilván kicsit elbagatelizáltuk a dolgot, meg humorosan közelítjük meg ezt a wifi kérdést, igazából itt maga a jelenség az, amit megpróbáltunk átadni, hogy mennyire sokan internet függők, ennyire sokan interneteznek, mit csinálsz a fiaddal, mit csinálsz a lányoddal, akinek a kezéből már nem tudod kicsavarni az okos telefon. Itt most a wifin veszekedtünk egy kicsit. Persze nyilván, ha nincs wifi, akkor is ugyanúgy van 3G, és ugyanúgy netezhetsz a villamoson, ez inkább szokás kérdése. Maga a jelenség az egyébként tényleg döbbenetes és dermesztő, hogy azt látod, hogy elmész bárhova a családdal kirándulni ide-oda, és mindenhol látsz tizenéveseket egymással nem beszélgetve, ülve egy családi asztalnál, a recepción, kiállítás, mint a bárhol belebambulva a telefonjukba, és senkivel nem beszélgetve. A szülők tudják ezt, hogy ez egy hatalmas küzdelem nálunk is például. Tehát, hogy én se festem itt magam, meg beszélek mellé, nálunk is nagyon nagy problémát jelent, hogy a lányom folyamatosan. Gyerekek, addikció, ez egészen biztos, tehát én érzem magamon tényleg, hogy egyszer már le kell tennem, és rá kell szólnom saját magamra, ha nem teszem meg, akkor rám szól a Viki, hogy nincs, mert hogy a budira is magammal viszem, sőt, talán az egyetlen nyugodt hely a lakásban, ahol hosszabb húzok egy kicsit, és még ment ezek. Komoly függőség. Nálunk ez nyilván már kevésbé veszélyes, mert ugye függő az ember, de hát azért megszűröd a saját tartalmaidat, meg felnőttként azért már erre fel vagy készülve. Gyerekeknél azért ez egy nagyon kemény dolog. Sajnos az egész világ azt sugallja, hogy használd ezeket a kütyüket, hogy tényleg legyél fent a neten, hogy ott van fönt minden tartalom, már igazából könyveket sem veszel a kezedben, mert azokat is csak elektronikus formában kapod meg egyre inkább, vagy nem is nagyon érdeklik őket a könyvek. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és rettenetes küzdelem. Ez minden egyes szülő számára, és akiknek kisgyerekük van, azoknak meg lesz. Igen. Elkerülhetetlen. Igen, de örülünk a wifi-nek azért, ettől függetlenül wifi-t minden járatra. Azért jó, hogy van wifi a kombinom, mert a sofőr meg tudja nézni a Facebookon, hogy miért nem jár a villamos, és tudja tájékoztatni az utasokat. Na, akkor igen. Kaptuk SMS-ben. A Ferinek van igaza. Hol a Feri, gyerekek? Fogadjuk, hogy titokban a budin wifizik. És szerintem igen. Most, vagy igen. Vagy, Zokokba wifizik. Vagy BK-val beszél, hogy mi volt ennyi, hogy meg leégettél be. A Ferinek van igaza, hozzájárulnak ahhoz, hogy a függők éljék a függőségüket, mert a fiatalok facebookoznak, stb. Én nyáron utaztam Kecskeméten busszal, mert éppen nem volt autóm, de olyan jó volt találkozni a szomszéddal, és amikor leszálltunk, még egy 5 perces séta alatt tudtunk beszélgetni, és jó volt, mert amúgy ritkán beszélünk. Kaptuk ezt is SMS-ben. Újságot? Inkább netes újság, emiatt nem kell erdőket kivágni. Írja valaki szintén kampányolva a wifi mellett. El akarod venni tőlünk a wifi-t, Feri? Mi lesz a következő? A kenyér? Szatyi, köszönjük az SMS-t. Most nyitok a körúton új kávézót, írja nekünk egy hallgató, 3 percenként ingyen wifi-vel. Úgy, ahogy elmennek előtte a villamosok. Igen. Nyugi, Feri, egyetértek veled, de sajnos a wifi-ben van a pénz, nem a szalonában. Akár, hogy ezeket nem hallja, Feri, nem tudom, hol van. Modern ismerkedés, hogyan meg tudnám mondani a wifi kódot? Meg hát. Ugye? Ez a régi változat, újja írás, igen. Szi Jani küldte ezt nekünk. Feri leszokik a cigiről, Bali meg a wifi-ről. Á, gyerekek, akkor inkább dohányozzon a Feri. Komolyan mondom. Én akár kétszer ennyit is. Tőlem napi két doboz is elszívhat, én a wifi-ről nem szokom le. Persze, Feri, térjünk vissza a lovas közlekedésre. Jött ez is SMS-ben. Figyeljetek, egyébként, tehát úgy beszélünk, wifi függőségről beszélünk, és ilyen értelemben ez a függőség ugyanolyan függőség, mint bármilyen más függőség. Tehát, hogyha valamiben kialakul egyfajta aránytalanság az életedben, ami nélkül már tényleg nem tudsz élni, nem tudsz létezni, nem tudsz lélegezni, és csak az bújod, csak azzal foglalkozol, az káros. Legyen az bármi. Hogyne. Legyen abszolút. Az bármi. Tehát, hogy ilyen értelemben nincsen például a láncdohányos, meg a wifi. Ne keverjél már bele. Egészségileg van. Az alkoholista. Egészségileg van. Így már oké. És a wifi függő között egészségileg van.
Hát nyilván más, azért az a dohányos alkohol is azért a környezetét is jobban megterheli, a wifi függő az csak elidegenedik, de te nem... terheled meg. Jó, elektroszmogot terjesztesz. Az igaz. Mert mi, akik megiszunk egy pohár rozéfröccsöt, beszélgetünk a másikkal, nem ülünk a telefonnal a kezünkben. De nem sok kocsmában már ki van írva, hogy ne wifi, nincsen wifi. Ne wifi-t beszélgessen. Igen, beszélgessen. Nincsen wifi, beszélgessen. Igen, mert jó duma. Mert elidegenedés az embertársaitól, elidegenedés a barátaitól, elidegenedés a családtagjaitól. Abszolút, mondjuk ki ismelyek azonnal. Egyenes értésnek veszem. Hagyd döntsem el, hogy mit csinálok. Ha valaki beszélgetni akar veled, az menjen fel Skype-ra. Gyerekek, a wifi, a Skype-én megtaláltuk, igen. Feri, tök igazad van, a metron 10 emberből 7 nyomkodja a telóját. Párok, ismerősök ülnek egymás mellett és nyomkodnak. Nagyon káz, Fatibi küldte ezt nekünk. Addig ülj, amíg fiatal vagy, mert ha öreg leszel, neked se adják át a helyet. Ez mondjuk jó. Jó, jó duma, az szelleme, szomorú a jelenség, terjed, maga, de szelleme. Interneten terjed. Igen. Balázs annyira wifi függő, hogy a Wikit is wifinek hívja. kaptuk ezt is SMS-ben. Hát igen, kérdés, ezt mennyire tudod megakadályozni, mert a gyerekednek azért egy idő után megveszed a telefon, már csak olyat tudsz venni, ami föl tud csatlakozni wifire, ugye? Tehát ez egy érdekes jelenség, kérdés, hogy kell ezt lassítani, vagy inkább irányítani kell őket, mármint azt, hogy használják az internetet, szerintem ezt egész nem egyszer... lehet megúszni, persze. Megúszni, ilyet, nem lehet irányítani, lehet őket lassítani, szerintem nem. Ez a generáció, ez már sajnos így fog felnőni, hogy internetfüggő lesz. Hát. És akkor most, hogy ingyen wifi lesz neked a körúton, ha szorosan mész a kombinó mellett az autóddal, több képet fogunk az Instagramon találni tőled? Hát! De mi lesz? Mindegyiken lesz egy kombinó. Vagy mellette. Ott leszek a kombinó mellett. Ha már az Instagramot említette, 16 ezeren vagyunk az Instagramon. Bizonyán. És nagyon érdekes dolgok kerülnek fel az Instagramra. Így van, friss tartalom, most is menjetek fel, nézzétek meg, és lájkoljátok. A lájk az gyakorlatilag értékelése annak, hogy a Balázs ennyi energiát és fáradtságot nem kímélve gondozza, ápolja ezt a kis oldalt. A tegnapi báb előadással is fenn van egy kis összene, csak hogy érezzétek, mennyire szürreális a dolog. De rólunk is, egyébként rólatok is, mindenkiről természetesen. Van egy nagyon érdekes, nagyon jó SMS szerintem, mert nagyon szellemesen fogalmazta meg az egyik hallgatónk. Azt mondjuk már mindenképpen, hogy ez a, ha elképzeljük a Fifit, mint egy országot, akkor Feri a bevándorló tökéletes példája, a Balázs már green cardos, a mai gyerekek korosztálya pedig teljes benszülött. Janit nem tudom ahova tenni, neki szerintem 90 napos vízuma van. Szép reggelt, srácok, tök szellemes egyébként az egész. Ugyanakkor azért én hozzátenném, hogy én 90 napnál többet nem is akarok egy olyan országban tartózkodni, ahol nincs wifi. Ahol nem a természet, a sport meg a barátaim a fontosak, hanem a wifi. Látod? Nem, ott még 90-et se akarsz tartózkodni. De ettől lehetnek a barátok fontosak. Tehát ez egy nagyon demagóg, szörnyű kijelentés, hogy a nekünk wifi függőknek nem fontos a természet, uh-huh, meg a barátok. De hogy nem? Hát én is sportolok, járok természetbe, uh-huh, találkozom a barátaimmal, csak legyen wifi. Hogy jársz a természetbe? De tényleg. Tehát semmi baj nincs azzal, hogy az ember természetbe jár, hogy barátokkal találkozik. Amikor megálltál ott az erdő szélén az autóval, és érted, nyomgatod a telefonodat. Hát csak elmentünk a családdal kirándulni, felmentünk a kocsival a dobogókörre, lehúztuk az ablakot. Kifújtuk a levegőt, felhúztuk az ablakot, és hazamentünk. Aha. Hát most bekapcsoltad a csomagtartóban a nagy teljesítményű rútert. Hazafelé Avancsit hallgattunk, a gyerek táncolt, Viki jól érezte magát, ott voltunk dobogókő, mondom, nézd, Beni, dobogókő, szálljunk ki, hogy szállunk, megy, hogy szállnánk már, és elindultunk hazafelé. Tehát a wifi-t szerető ember is lehet természet szerető, meg lehetek barátai. Tehát ez nem. Akikkel wifin tartja a kapcsolatot. Egyedül ülünk, utáljuk a természetet, és a wifin keresztül beszélget a barátairól, a természetről. Így ugye? Van, körbe küldöm mindenkinek e-mailen, hogy óvd a természetet. Oh, igen. Letöltöttél egy képet dobogókörről, nézzétek meg, milyen szép. Csináltam, nem megyünk, csináltam egy fotót dobogókön, de azért belenyúlok itt-ott, mert ez az ég nem annyira kék, ez a felhő nem annyira bodros, ezek a fák nem annyira lombosok, megcsinálom. Felteszem, és kapsz egy illúziót. De na, most ki, na most még ezt is talált ki, tényleg középkorban születetek, hogy azok a fotóprogramok, mint az Instagram, ahol te tudsz egy képet effektezni, ez szörnyű, mert belenyúlsz a valóságba, és a fölraksz egy effektet mondja a képre. De minek effektezed a képeket az Instán? Hát most, Jézusom, hol éltek ti? Effektezed, újra vágod, tanuljál meg fotózni, uh-huh, tudod? És mi akkor azzal a baj, hogy csinálsz a gyerekedről egy képet, megtartod az eredetit, de kicsit megeffektezed, megszínezed. Hoppá, kicsit beleog ez a kis villanyoszlop, ezt készítem minden. Nézd már a bácsinak a karja is benne van, azt is leszedem róla. Hú, ez a szobor, ez Jézus nagyon szoftver. Jézus Isten, most mi jön, hogy le a Photoshop-at? Tényleg, ti kik vagy? Kik kerülök igazi itt minden reggel? Igazi fotósokat akarunk. Igazi, Jézus Isten, el, tegnap voltunk a normafánál, és ezek a pálmafák... De nem pálmafákat teszek oda, csak kicsit megszínezed az eget, kicsit húzol a sötétre, állítasz a fehéren, kicsit húzol a sötétre, kicsit belenyúlsz.
Jézus. És a távolban egy fehér vitorla. De az sem volt ott. Hát, játszunk akkor inkább. Most ez is baj, hogy az ember... Képkivágás. Aranymetszésről hallottam az aranymetszés szabályáról, hogy hogy kell megkomponálni egy fotót? Zsül, ezt fogd be a füled. Ezt ne is használ, ne is hallgass. Nem a Zsül tud fotózni, neki nem mondjad. Én tartom életben az Instagram oldalunkat. Én de jól is teszed. Jól is teszed. Ha küldenétek át képet, azt is fel tudnám tenni, de csesztek át küldeni gond. Bármilyen képet magatokról. Így akkor teszem a bábpszicház előadást. Nincs wifi, sajnos. Nincsen wifi, rohadt hazudok. Én a te képeidet nem úgy kezelem, mint a valóságnak a lenyomatát, hanem mint képzőművészeti alkotásokat. Egyébként ez akaz. Na, ezért érdemes a Class FM Morning Show-t keresni az Instagramon, igen. Na jól van, játszunk egyet Jóven bácsival, és Beru nénivel játszunk már is. Jóven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Jóven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt kívánunk! Halló, sziasztok, Tünde vagyok. Szia, Tünde! Tünde, hol vagy, merre vagy? Kiskuma is a mellett tanyáról csörgök. Jaj, de jó. De jó hely. Van wifi? Nincs. Ez internet se. Szeretném. Viszont van szőlő, meg cékla, dögivel. Hogy vagytok még életben? Hogy éltek? Hogy léteztek? Szeretitek egymást, nem? Így van. Fárnak, hát hogy léteztek így? És ott laktok ezen a kis tanyán? Igen, igen. Állatokkal, növényekkel? Így, ahogy mondod. Kakas kukorékot már? Kukorékot. De jó, olyan jó hangulata van. Persze van wifi, csak így akkor... Így van, a Balázsnak is van egy ilyen appje. Tudok magamnak kakas kukorékoló appet bejátszani, igen. Egyedül játszol egyébként? Egyedül. Uh-huh. És te mit csinálsz ezen a tündén, mit csinálsz ezen a tanyán, Tünde? Az mit csinálsz ezen a tündén, is... tanya? Aha. Kedves tanya, mit csinálsz a tündén? Ott dolgozol? Tehát ez a munkahelyed, vagy bejársz valahova? Hát most Gyesen vagyok, itt lakunk, és akkor Gyesen vagyok egyébként. Irodán dolgoztam előtte. Uh-huh. Ez egy nagy változás, lehet kiköltözni a természetbe. Az jó lehet. Melyik a jobb, a wifivel terhelt iroda, vagy a természet lágyöle, tessék? A természet lágyöle. Köszönjük szépen. Csak legyen wifi. Az a lényeg, gyerekek. Semmi más nem számít. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berún, én figyelj Tünde. Okay. Nem tudom. Elindultak valahova, mennek, nem? Igen, hát ez valami, nem, valami Esztergaard gép lehet inkább, valami komolyabb szerkezet. Először azt hittem, hogy egy Deep Purple szám, de utaznak a kombinon. Aha. Keresik a wifit. Aha. Na figyelj! Az. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ó, de szeretjük ezt a számot egyébként. Már aki. És az előadó is. Yeah. De nagyon jó. Az előadó nagyon jó. Én nem szeretem. Igen, Jani utálja ezt a számot. Lehetne még egyszer? Persze, figyelj, mutatjuk. Ez ami körfűrész, nem? Ötletem nincs. Nincsem? Mutassunk hozzá a verziót? Hát, nem is tudom. Még egyszer, még hát, egyszer, ha beugrana. Figyelj. Mutatjuk. Englishman in New York. Ennyiért vagy. Jól van. Nagyon jó. Janik, a világból ki lehet üldözni ezzel a számmal. Miért már szeretett? Hát zseni! De ezt téged nagyon szeretem, de ez a szám... Mert rommá játszották, de jó. Aj, de jó. Igen. Jól van. Jó. Ügyes vagy. Jó ez a New York, de azért Európába vágyok vissza. Nem sokára indul a gépen, de azért jó bevásárolok, még szóbb vagyok. Tünde, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Ó, nagyon szépen, köszi. Friss kecsketejet fog inni a Morning Show-s bögréből, érted? Jó az. Hát a sajnos nem nincs kecskény. Majd veszel? Vesztek én. Úgy. Jó. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Na, köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük. Kiskuma és a Forever. Na. Kínában betiltják a szóvicceket, meg gyerekek. Meg a wifi, sajnos, igen, ez nem vicc. Kínában betiltják a szóvicceket, és arról beszélgetünk, hogy egyrészt miért kell Kínában betiltani a szóvicceket, milyen szóvicceket ismerünk mi, a világból kiüldözünk mindenkit, aki utálja a fáradt szóvicceket, és felhívjuk a szóviccek koronázott és koronázatlan királyát, Boros Lajost. Igen, hogy aki nagyon felháborodott, amikor meghallotta a hírt, mert terjeszkedni szeretett volna Kína felé. Így van, hogy mondja el nekünk, ő ugye, aki rengeteg szóviccet használt, hogy mi a kedvence, miért használta ezeket,
használja-e még, és egyáltalán mi van Boros Lajossal, úgyhogy rácsörgünk a hírek után. Lali királyra. Lali királyra, így van, egy perc múlva 8 óra a szóvicekkel és Boros Lajossal. Folytatjuk a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Feri, hello, Janis! Sziasztok! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és a hét utolsó munkanapján dolgozunk, hogy egy kicsit könnyebb legyen, mert mi is dolgozunk, de mi azon, hogy nektek könnyebb legyen. Hát most jó, belekevertem. Most szeretem értették. Jó, kösz, igen. Ilyen mondatokba keverem magam, és aztán csodálkozom, hogy nem érek a végére. Igen. Ilyenkor, ha kaptok elég értelmes szót, akkor rakjatok belőle egy értelmes mondatot. Ez elhelyezem a szavakat valahol az ételben, és pakoljátok össze egy kis puzzle-ba, hogy mit is akarok mondani. Budai alsórakpart lépésben halad torlódás van, kaptuk SMS-ben. Aztán az is SMS-ben jött Tapótól, hogy az M6-103-as kilométerénél azt mondja, hogy pótkocsi és személygépkocsi az út közepén áll, leállósáv használható, csak hatóság még nincs. Egybe pacsizott a pótkocsi és a személyautó. No. Tapó küldte nekünk. Dunaharasztihoz befelé éppen a határnál jobb oldalon fehér autóból mérnek. Üdv Veronika. És trafi van a 83-as úton. Csak azt nem tudom, hogy hol. Na. Ennyi. Jó, lehet, csak nem baj az. Igen, próbálom megfejteni, de nem tudom. Szolnok előtt a 4-es főúton burkolatot csinálnak, irányítással váltokozva engedik a forgalmat, nagy a torlódás, ezt Kobolt küldte nekünk, és nagy a baj, fiúk, Rákóczi híd Budai irányában kettő, azaz kettő sáv járható, ezt Bazsa küldte. Olyan szép a Rákóczi hídnak a világítása, hogy az valami elképesztő. Brutál fényereje van, LED lámpákra cserélték a régi világítást, gyönyörű. Olyan nagyon fényes, szép. Minden reggel ott jövök át, gyönyörű. Gyönyörű. Kicsámcsog az úton, semmi, csak az aszfalt. Oj, de szép! Ugye, hát már a közlekedési hírekre már á... Igen, már a szóvicekkel kapcsolatban, mert hogy... Ugye, nagyon szép, rettenetesek. Persze, most 9 óráig kicsinálunk mindenkit, aki utálja a szóvicceket. Kínában betiltják a szóvicceket, és ez egyébként tényleg nem vicc, mert hogy... Hát tulajdonképpen azt mondják, hogy ott az elnöki párral nem nagyon lehet szórakozni, ugyanis Kínának van egy... államfője, akit úgy hívnak, hogy Peng Liyuan. És van egy felesége, ja nem, a Peng Liyuan a felesége, aha. És van ennek az embernek egy férje, akit úgy hívnak, mint a kínai államfő, hogy Xi Jinping. Aha, ami? Xi Jinping és Peng Liyuan. És hát átkeresztelték őket, és kiderült, hogy az átkeresztelés után az írás sajátosságából kifolyólag dedire keresztelték egyébként az államfőt, és a mammából hamar damma lett, aminek az írásjele megegyezik a marihuánával, és elindult az elnökségi időszak alatt egy ilyen marihuána kampány, amit az elnökre fognak, illetve hát az államfőre és az ő feleségére, hogy ők indították el a nevük miatt. A cikk baromi bonyolultan írja le, hogy tulajdonképpen hogy nevezték át őket, mármint a kínai nép, és az ottani médiahatóságnak egyáltalán nem tetszik ez a dolog, hogy az államfőn és a feleségén szórakoznak, és megtiltották mindenféle kulturális tradícióra hivatkozva, meg a kínai nyelv védelmében, hogy senki nem szórakozhat hírműsorokban, reklámokban, közvetítéseknél, a sajtóban, az államfővel, feleségével és a marihuánával, ami ugye egy szójátékból indult. Pedig akinek nem pekinge, az ne vegye magára. Írja a hallgató. Hallgatótól olvasta. Igen, és hát ugye betiltották ezeket a szóvicceket, és arról beszélgetünk, ahelyett, hogy a demokráciát vezetnék be inkább. Nem? Egyébként igen. Tehát, hogy inkább nem lehet. Ilyen irányba nyitnának. Hogy ugye ez minden nyelven van szóvic, ez milyen érdekes. Ugye, hogy ez nem egy nyelvi sajátosság, a magyar nyelven aztán meg pláne lehet nagyon sok szójátékot, szóvicet mondani, de hogy úgy látszik, hogy ez tényleg akkor a kínai nyelvben is van, különböző ázsiai nyelvekben is, az angolban is vannak különböző szóvicek, bár szerintem azok kevésbé szellemesek, vagy kevésbé viccesek mondjuk magyar füllel, de hogy ez egy ilyen, nem egy nyelv sajátossága. És azt mondják, hogy akkor tudsz igazán jól egy másik nyelvet, ha a saját nyelvet szóvicceit le tudod arra fordítani. Tehát, hogy akkor vagy igazán jó angolból, ha egy ilyen nagyon rossz szóviccet, mint a miénk volt az előbb, vagy az enyém volt az előbb, azt át tudsz ültetni. Na, mondja, kíváncsi legyek, hogy az aszfaltot. Hát, na ugye? Na igen. Hogy fordítanak le angolra? De hogy ez egyébként fárasztó? Fárasztó, ha valaki mondjuk a munkahelyén ezt nyomja szerintem. Tehát kettőt röhögsz rajta, és utána már zsibbasztó az az arc, aki állandóan szóvicceket mond. Szerintem én nem tudok rajta röhögni. Állandóan ugyanazt, az a fárasztó. Szerintem, hogyha vannak jó szóviccek is, és hogyha elég kreatív az ember, és sokszor sokfélétől, akkor az oké. Aki állandóan ugyanazt tolja, az a fárasztó.
Hát akkor először még nevetsz rajta, a másodszor is mosolyogsz, harmadszorra meg már, hogy hívják, a negyedszerre már görcsbe áll minden kezed, lábad, és akkor bejön reggelenként, és akkor tolja ugyanazokat a hülyeségeket, az nagyon-nagyon fárasztó tud lenni. Tehát a központi ebédlőben minden nap elsüti az, hogy kimegyek kenyér? Igen. Igen. Hát várjatok, jövök, mindjárt elmegyek gyömbért. Na. Tehát, hogy na, én ezen egyszer nevetek, kétszer nevetek, harmadszorra már sziszenek, negyedszerre ütsz. Nem? Tehát ezek a stádiumok vannak tulajdonképpen, igen. És hát rengeteg szóvic jön a mi hallgatóinktól is. Egy-kettőt szemezgetünk belőle, csak ez egy felolvasva egyébként nem annyira szellemes, ez az ember így valamilyen beszélgetésben benyomja, akkor jó tud lenni, vagy ott van egy adott szó, és arra mond valami, de ezeket így olvasgatva egymás után szerintem ezek kevésbé szellemesek. Viszont ha már szóvic és szójáték, hát van valaki, aki hát éveken keresztül kínoszta műsorvezető társait, még ugye a Bumerangban. Tehát azért elég jól bírták már, hogy... Jól bírták, mert hosszú ideig nyomták együtt. És állandóan szóviceket, szójátékokat mondott, ezzel egyébként a másik két embert kicsinálta. A Voga és a Gábor, nem, a haja égnek át. Az egyik kihullott, a haja, a másik még beleőszül. A Vokci azért szerettem, mert ők továbbra is közösen rádióznak. Nem volt más választása, mint hogy... Nem hova menekülni. Mint hogy egyébként szeresse, igen. De hogy kezdte el, miként ismerte föl magában ezt a tehetséget, és használja-e azóta ezeket a szóviceket, ezt mindjárt megkérdezzük tőle, mert hogy itt van már is velünk Baross Lajos, jó reggelt kívánunk! Lajos, hello! Hello, itt a Boros meg a Voga.hu. Oly, de szép! De jó! Hidd el, a végén rákérdeztem volna, de így, hogy benyomod, ez így még sokkal szebb. Felejtsük el, kérdezz rá nyugodtan. Majd még a végén akkor még egyszer rákérdezünk. Jó, légy szíves. Na, hallottad ezt a hírt, hogy Kínában betiltják a szóvicceket? Hát mi lenne, ha ezt itthon is betiltanák? Hát miből élnél, Lajos? Hát eleve most nagyon hirtelen hozzám vágtad ezt a témát, és le kell mondanom a kínai turnémat. Hát érted? Egy több állomásos shanghai pekingi turnéd van most veszendőben, hogy nem tudsz elmenni. De lehet, hogy illegalitásban vonulok, és nagy titokban megyek ki, mert gondolj bele, egy ekkora országban csak az elnyomottak is eltartanának. Egyébként igen. De mikor vetted ezt észre magadban, hogy ehhez neked érzéked van? Elkezdted mondogatni, és aztán rájöttél, hogy halálba tudod terrorizálni a másik két műsorvezető kollégádat, akkor még régen. Vagy egyszer csak rájöttél, és szeretted kínozni őket, vagy szereted ezeket valójában használni? Ez egészen másképpen van. Én annak idején Karinthy Frigyes imádó voltam, és a Karinthy Frigyesnek volt egy baráti társasága, akik halálra idegesítették egymást a szóviccekkel. És én a rajongójuk lettem. És már a családomat is elkezdtem kínozni annak idején. Az, hogy az én kollégámat, legalábbis a fiatalabb, annyira műveletlen, hogy nem tudja, hogy klasszikusokat idézek, és ezen ő bosszankodik, gyakorlatilag a magyar irodalom legfontosabb szakaszát tiltja le fejben ez a fiatal ember. A Voga az nem, mert Voga tudta, hogy honnan merítek. Uh-huh. Tehát finoman most azért beszóltál a Gábornak. Ez tetszik, ez jó, hogy így rajtunk keresztül, ezt én nagyon szeretem, hogy a fölhívjuk, azt elmondjuk neki, hogy mi. Hát írjátok fel, persze, és akkor itt ti hárman, meg ők hárman, ti lennétek a hat kacagány. Na, azt, tehát akkor gyakorlatilag azt akarod mondani, hogy nem te vagy a fárasztó, hanem aki fárasztónak tart, az a műveletlen. Igen, ezt szerettem volna üzenni, köszönöm, hogy összefoglaltad. A Blik címlap már megvan, jó. Éreztük, hogy fel kell hívnunk egyébként. És olyan vagy, mint Antal Imre régen, szegénykém, akinek benyomtak egy gombot, és megállás nélkül 16 órán keresztül kezdett, tudott folyamatosan vicceket mesélni. És jól. És jól egyébként, és szenzációsan, és hát bárhol tényleg. Igen, megállíthatatlanul. De olyan volt az Antal Imre, hogy volt olyan fellépésünk, ott kis gitár lógott a nyakamba, álltam oldalt, hogy ő bejelentsen. Ő kijött, és azt mondta, hogy Lajoskám, mielőtt bemennénk, szeretném elmondani, hogy ismered azt, hogy a Kón meg a Grün utazik a metrót. Mondom, Imre, hát ott vár a közösség. Jó, de ezt még hallgass meg. Igen, egyébként tényleg vele bárhol találkozott az ember, mindig félrehívod és mondott egy viccet. Édes, és ha ismerted, volt. Akkor is vissza kell, végig kellett hallgatni, és nagyot nevetni. Igen, mert úgy tudta előadni, hogy akárhányszor elmondta, mindig röhögtem. Egyébként kiváló előadó volt, igen. Na és mi újság van, Lajos? Hát hogy vagytok, mit csináltok, merre vagytok? Mi van Vogával? A Voga az
kerti bútorokat farag. Ha? Nem rossz. És azon kívül mi találkozunk. Kézzéllel farönkből? Hát nem tudom, szerintem lassan már élő emberből is farag mindenfélét, mert a balta a kezében van, és ami jön, az forgácsolja. De ez magának vagy eladási céllal? Tehát, hogy ez egy ilyen kimenekülő magának. Majd gyakorlatilag szerintem atombiztos bunkert épít tulajdonképpen. Az új szalacsi. Egyáltalán nem tűnik majd depressziósnak, mert mi találkozunk és hetente szétröhögjük magunkat, és hát kitaláltuk ezt a boros meg a vogát, és mi ott vagyunk az országban mindenütt, csak tudod, ez olyan, mintha Antal Imre lennék. Becsöngetek egy hallgatót, és azt mondom, hogy akarsz valami vicces műsort, hívjál fel, visszahívlak, vagy Emel Díjason mondunk valami vicceset. Igen, az úgy egy picit nehezebb, de ez egy applikáció, nem? Ami benneteket le lehet tölteni, és akkor ott lehet hallgatni. Bizony, hát applikáció okostelefonra, egyelőre Androidra, de olyan is van, hogy azt mondod, hogy neked nincs ilyen semmiféle okostelefonod, akkor azt mondom, hogy minden pénteken egy hétre való vicceset küldök neked MP3-ban. Nem baj, ha nem töltöm le, Lajos. Fizetős, hát nem úgy van. Nem baj, ha ettől megkímélem magam. Előfizetnek, letölzik, és nincs idejük meghallgatni. Ez a világ legjobb üzlete, mert gyakorlatilag hónapok óta ugyanazt küldöm. És mindig rácsodálkoznak, hogy milyen jó, igen. Igen, teljesen. Na, egyébként egy idő után úgy is rákényszerülsz, hogy letöltsed, mert nem lesz más témád, érted? Köszönöm. Szép. Azért el vagyunk. Egyébként maga a reggel az hiányzik? Tehát, hogy felkeljél, hogy automatikusan a biológiai órád egyébként felkelt még 4:40-kor, vagy 4:30-kor, hosszú éveken keresztül? Tehát felébedek 4:40-kor, felülök az ágyba, vigyorgok egy nagyot, rátok gondolok meg a másik szegényre, és a fejemre húzom a takarót, és alszok 10-ig. Aha. Akkor is, ha nem kell. És egyébként este 6-8 körül már állatira álmos vagyok, de direkt fennmaradok éjjel 2-ig, mert megengedhetem magamnak. Aha. És minden csak ismétlésben nézek a tévében. Jaj, tudom, ezt ismerem, ezt az érzést nyilván. És ugye reggelzünk, amikor este 11-re, akkor lelki ismeret furdalásod van, hogy le kéne feküdnöd, mert tudod, hogy reggel kelned kell. És ez mondjuk eltűnik, amikor az ember nem kell reggel, igen. Hát igen, és egyébként pedig nem jön a szemedre álom. Szóval éjjel egykor még olyan virgonc vagy, mint a fene, miközben állatira fáradt is vagy. Virgonc vagy, Lajos, ne túlozzál azért, tehát azért minden nem hiszünk el. Tudnék mesélni. Így van. Jó, gyerekek, egy dolgot hagyd meséljek ki, televíziós kábelt fektetnek az utcában, ahol lakom, és hát engem, hogy tudod, népszerű vagyok. Szóval mindig rákötöttek a kiabarát, meg ilyesmi. Szóval jövök az utcán, és éppen viszik a kábelt. És tudod, a kábelnak két vége van, a hátsó végén van Béla, mert megszólítják a fiatalembert, hogy Béla. És ő tartja a kábel hátsó végét, bedugják az aknába, és a másik végén a három legerősebb ember elkezdi húzni a kábelt. És egyszer csak egy nagy kiabálás a végéről, és azt mondják, hogy Feri, álljatok le, Bélát behúztátok! Lajos, hát azért neked sem ennek esemény nélkül a nyugdíjas napot. Persze. Most már látod, mindenre van idő. Igen, boros meg a voga.hu, ezt akartad mondani? Ezt abszolút, nem. Pontosan az, hogy a boros meg a voga.hu, ezt akartuk mondani. És Kínába mikor megyünk? Kínába? Hát mehetünk csak külön. Együtt pont ugyanakkor, amikor Budakeszire. Ugyanazon a repülőn nem megyünk, mert az enyém alá lesz aknázva. És a Gábort hallgatod egyébként? Nem tudom hallgatni. Bekapcsolom, és csak a visszhang jön, érted? Na most a kérdés komoly egyébként, hogy belehallgattál, vagy kíváncsi voltál, hogy milyen? Állatira drukkoltam neki. Hát de jó fej vagy, ez rendes dolog. Éri. Tehát végre kiteljesedett, nincs ellentmondás, ott áll vigyázban két ember, és legyintésre nevet, úgyhogy állati jól mennek a dolgok. Mintha nem kedvelnéd annyira. De olyan, mint a haragudnál, vagy lenne benned egyfajta, nem tudom, sértettség. Nem lett volna sohasem műsor, közös műsorunk, ha imádnánk egymást. Uh-huh. Egyébként ez így van, hát a kémia kell. Tehát, hát érted, hát a Feri, hallom, hogy a Feri miatt téged felhívtak Rodostóból. Hogy... Lajos. Még van némi olvasottságunk történelmből, ezt értettük, de bárcsak ne lenne. Nem is... Ez csak egy zárt körű poén volt, érted? Köszönjük. Nem is beszéltetek, mint egy éve, vagy kettő, vagy amikor vége lett a műsornak? De nézd, addig is csak
a műsorról beszéltünk. Világos. Igen. Tehát egyébként kit érdekel, hogy kémia, van. Kémia nem volt, csak a matek. De ugye? Ezt tökre értjük egyébként, nem? Pont kémia volt, és közben meg barátság nem, és ez jó. Tehát rólunk is mindenki azt hiszi, hogy mi is országos cimborák vagyunk, összeállunk, és egyébként együtt töltjük a hétvégét, pont akkor halna meg ez a műsor, ha együtt töltenénk a hétvégét, baromira szeretnénk egymást, és tök egyformák lennénk, mert egyforma emberek tudnak barátok lenni. Egyforma emberek viszont nem tudnak műsort csinálni. Nem szabad élményt együtt gyűjteni, hát akkor miről beszéltek? Most egyébként bele fogtok esni abba a betegségbe, amiben a bocskorék annak idején beleestek, hogy állandóan, miután hazajöttek Afrikából, mindig az afrikai élményeiket kezdték el mesélni, mindenféle kitelepüléskor, és olyankor mindig feloszlott a közönség. Látod, Lajos, hogy mennyivel profibak vagyunk, mert mióta visszajöttünk Afrikából, egy szót nem beszéltünk Afrikáról. Azt a papagájt imádtam. Egyébként rohadt egy agresszív madár volt. Igen, picit igen? Magadra ismertél benne, nem? Levakarhatatlan egy agresszív madár volt. Hát, és ilyen karmos csőre, igen, tudom. És mit csinálsz egész nap? Úszol, fotózol? Ugye tudom, hogy te jártál úszni, sokat fotózol, ezek nyilván megmaradtak, nem? Unokázol. Úszás az teljesen megmaradt, és azon kívül pedig hát azért ezeket a műsorokat szerkeszteni kell. Ennek állati jó kihívás volt az, hogy a nullából egy egész új brandet kellett felépíteni, és nem volt beleszólása senkinek, iszonyúan élveztem, és baromi érdekes, ahogy épül ez az egész. Szóval én úgy el vagyok napi 20 órában, mint a pincs. Időnként a Voga SMN dolgokat művel, hát most királyá avattunk Szolnokon egy embert, Teofil király lesz, ezt nem sokára majd tudjátok. De nem te vagy a király már az országban? Mi a hát Lali királynak vége? Ne, igen, mert a leépülésemet készítjük elő, és kell egy király, aki eltemet, értem. Aha. És nyáron mit csinálsz majd, Lajos? Nyaralsz majd a Balaton? Hát igen, ott a Balaton, igen. Hát attól függ, hogy milyen, a Ungarotonnál voltam, és átmegyek a Balatonnak. Igen. Jó, ide valaki egyébként jó az ötlet, hogyha most a Voga is rádiózik valahol, akkor hárman egyszer az éterben vagytok egyébként. Tehát, hogyha most Joga is meg tudna a Kossuthon szólalni, mondjuk híreket olvasni, drágám egyébként, akkor most hárman egyszerre, csak ugye különböző. Az tök jó lenne, mert és hogyha mind a három felvétel meg lenne egyszerre, és elindítanák őket, akkor pont olyan lenne, mint az utóbbi, az utolsó néhány évben a Bumerang. Ja, akkor is elbeszéltetek állandóan mellett. Állati jó lenne, és a lefedettségünk az ország háromszorosa volna, gyakorlatilag annektálnánk a környező országokat. Igen. Na jól van, örülünk, hogy hallottuk a hangodat. Örülünk, és jó volt hallani a hangodat. Vigyázz magadra. És átadom az üzenetet a Boros meg a Voga.hu-nak. Jól van, nyomja nyugodtan. Abszolút. Voxit is puszíjuk, vigyázzatok magatokra. Boros Lajos, köszönjük, szevasztok! Ciao, puszi! Arccal a ginzenk felé. Szevasz Lajos, ciao. Bírom a Lajos, jó arc egyébként. Nem? De szeretjük, szerettük. Meg őszinte. Igen, igen. Mondjuk most már tétnél. Fél kilenc múlt pontosan 2 perccel, azért finoman négy adagból leosztotta a Gábort egyébként. Igen. Fél kilenc múlt pontosan 2 perccel, 3-as ugrásra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3-4-9 múlt pontosan 2 perccel, jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk, Boros Lajossal beszélgettünk a hírek előtt. A szóvicekről, szójátékokról és arról, ugye, hogy Kínában betiltják a szóviceket. És aztán felhívtuk Lajost, aki elmondta, hogy mi lesz vele. A saját honlapját mondta el többször. Igen, igen. De aranyos volt. Igazából belefér most így, persze, meg se tudtuk volna akadályozni. És hát beszélt ugye arról, hogy ő ezeket mennyire szereti, miért szereti, és mi történik az utcájában. Még kábelt fektetnek. Beszélünk. Önmagáról is beszélt egy kicsit, mert megtudtuk, hogy a Voga mostanában kerti bútorokat farag otthon. Így van. Karambol az M5-ös bevezetőn, a Vasgereben utcánál káosz van emiatt, kaptuk SMS-ben. Aztán a Gubacsi úton a csavarbolt előtt mérik a hőmérsékletet a rend éber őrei. Pulánál még mindig vérnek, fehér kombi Fábiából, Tapolca felől érkezők vigyázzanak nagyon. Ezt Bali küldte el nekünk, valamint az M7-es autópályán a 102-es kilométernél mérik a Nagykanizsa felé haladók sebességét. Jó utat, balesetmentes közlekedés, buszos Jani küldte nekünk. És ebben a pillanatban jött, hogy trafi az M30-as Miskolc felé vezető oldalán, méghozzá a 6-os kilométernél, ezt Zoló írta. Na, mi pedig játszunk. Egy jó kis hármas ugrást, itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Júli már is pártintja. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Nóri vagyok. Nóri. Szia, hello, Nóri. Honnan hívsz minket, Nóri? Székesfehérváról. Székesfehérvár.
Nyugi van? Jó az idő? Minden rendben? Bennem nincsen nyugi, de az idő az jó. Na. Szuper. Akarsz róla beszélni? Nem hiszem. Na, legyünk túl rajta. Na de várjál, most mi miatt nincs nyugi, a játék miatt? Azért igen, igen. Nagyon ideges vagyok. Ne viccelj már. Jó, akkor annyira nem. Na jó, van. Akkor elmondhatom, látod? Hogy már már másodszor próbálkoztam? Na, be, hogy ne. Mit csináltál? Én ugrottam szét reggel a vonalban. És mit játszottál volna? Fekete-fehér. Wow. Ez se jut hozzám, mert Júli kezeli most a telefont, ha szétment a vonal, akkor hívott valaki mást. És mondtad, hogy jó, hát ha oda nem, akkor majd ide? Igen. Berunénitben nem lettem volna olyan jó, ebbe talán. Viszont ha időszerhozod mind a három jó választ, akkor olyat kapsz, hogy a faladja a másikat. Hogy amit a többi játékban nem kaphatsz, mert hogy itt a harmadik kérdésért egy karácsonyfa díszjár. Egy kézzel készített, ennek megfelelően kicsit berepett, összetört, elmosod. De hogy is, nagyon szép. Egy karácsonyfa díszjár, így van, a többi játékban ilyet nem nyerhetsz. Na, akkor ugorjunk neki, vagy nem tudom. Jó, eddig is ideges volt a hallgató, de most, hogy ezt elmondtad, hogy milyen értékes az ajándék, teljesen kész van szegény. Jó. Rohadt tehát a második után álljak meg. Nem feltétlen. Jó, rendben. Mivel foglalkozol, Nóra? Fodrász vagyok. Na. És akkor most ott ül valaki, és remegy a várja, hogy nyerje, mert ott, ott van a kezed alatt, és egy szörnyű hajat vágsz neki, ha esetleg nem nyersz. Eljöttem onnan. Aha. Ő segíteni fog, majd kiabál. Nő, férfi, aki most a kezed alatt ül? Hölgy. Mit kért? Hajvágást és festést. Hajvágást, festést. De van még ilyen, hogy mit tudom én, beül ilyen gép alá, meg szárít, meg ondolál, meg mit tudom én, mit csinál? Ondolál. Ondolál. Annyira már nem divat, de meg tudunk oldani mindent a hajvasolóval, a hajgöndörítővel. Nem kell olyan sok időt eltölteni már itt nálunk. Nekem mondott, a hajvasoló csodákra képes. Legjobb barátom. Jó fodrász vagy, Nóra? Hát szerintem igen. Most, erre mit nagyon jó, nézetben? Mondta a vendég, köszönöm szépen. Igen? Igen, köszönöm. Csak most egy picit feszült, és... Igen, szerintem csak azért mondtam, mert fél. Szerintem a vendég nagyon örül, hogy az ő hajó elkészben van. Ja, bár kézzel van, igen. Nem rövid ez? Nem! Biztos, hogy jó, így. Nem kell, nem! Csak mit mondtál, ne haragudj, belekerültem egy rádióműsorba, most itt hagylak? Igen, pontosan. Aha. Elmondtam neki előtte egy 10 perccel, hogy ugrani fogok, amikor csörög a telefon. Nagyon kell, segítsen is majd nyugodtan. És ti is már egy ilyen modern, ilyen hipster jellegű, ilyen kicsit érdekesebb fodrászszalon vagy, akkor bömböl a zene, minden fodrász tetovált, kicsit nincsenek külön helyek, mindenki oda leül, ahova tud, és akkor ott levágják a haját. A modern fodrászüzletek már olyan érdekesek, mint egy ilyen kis... De nem lehet, hogy egy átalakítás alatt lévő fodrászüzletben voltál múltkor. Igen, jó volt. Üljél le valahova. Elnézést, Balázs, még egy hónap múlva nyitunk. Majd megcsináljuk. Egy romkocsmába, ahol hajat is vágtak. Lehet, igen, palira vettek. Tiétek is ilyen, Nóra? Miénk nagyon otthonos szerintem, inkább nem arra megyünk, hogy ilyen exkluzív legyen, és a vendég azt érezze, hogy hú, csúnyán akartam mondani, mintha ide lenne kötözve egy céghez, és más nem csinálhat, itt szabadon lehet mozogni. Wifi van? Wifi van? Persze. Szomszéd könyvesboltból hozom át. Tényleg? Nagyon jó, lopod a wifi, szimpatikus. Nagyon jó, én is ezt csinálom a szomszéddal, még nem jött rá. Na, úgyhogy... De még ez is. De nem elég, hogy wifi függő vagy, még a lopsz is. Hogyne, gyerek. Már ennyire függő. A wifi-nél már csak a lopott wifi a jobb, higgyétek el. Abszolút. Na jól van, Nóra, milyenek a kérdések, Jani? Könnyű, mind a három könnyű szerintem. Igen? Mehetünk? Igen. Igen. Na figyelj, így szól az első kérdés nyakbalkasztója. Kit választott az idei év legjobb női úszójának a Nemzetközi Sportág Szövetség, a FINA? Hosszú Katinka. Így van, így jó van. A válasz. Menjünk tovább? Igen, légy szíves. Így szól a második kérdés sapkáért és sálért. Kitől lopnak el egy ragadozó állatot a Másnaposok című film főhősei? Mike Tyson. Nagyon jó! Nem hazudtam. Könnyű kérdése. Jani, de a harmadik is ilyen? Hát, ha odafigyeltél az irodalom órákon, akkor igen. Köszi. Irodalom. Figyelj, megvan a sapka és a sáv, valamint a nyakbalkasztó. Hát, de a karácsonyfadísz még nincs. Jól érzed egyébként, az még tényleg nincs. Csak kérdés, hogy mennyire vagy otthon irodalomban? Szeretnéd? Szeretnék megállni. Ugye? Igen. Köszönöm szépen. Szeretném magát. Irodalom, nem? Enyhe. Hát jelzős értékű volt a hangod, úgyhogy inkább megállok. Hát nem, csak kérdezem, ha valaha szereted, akkor menjél, mert egyébként nem nehéz. Nem, de annyira nem. Nem. Tehát régen volt az érettségi. És a kuncsaft? Kuncsaft? Irodalomban?
Szó-szó. Az nem olyan rossz, illetve van melletted egy könyvesbolt is, ahonnan lopod a wifit. Az LTE is be van kapcsolva, úgyhogy mehet. Na. LTE, milyen szakszavak? Ezeket ti nem ismeritek LTE internettel kapcsolatban. Ja, azt hittem, hogy az RTL is be van kapcsolva. Nem, LTE. Nem. Más. Jó, figyelj, hát maximum végigmész a fodrászokon, végigmész a klienseken, átmész a könyvesboltba, megoldjuk, hát ne hagyd abba. Majd viszont tagságok után most már megoldódik. Hányan minden. Vagytok most ott a boltban? Hárman összesen. Na, nem. A szigetelők, akik kint vannak az ajtó. Na, szigetelők akkor... is vannak? Igen. Nem megy jól a biznisz, hárman vagytok kora reggel. Ketten már elmentek, igen. Ja, kettőn túl vagy. Na, neki menjünk? Balázs, neki menjünk. Tőlem kérdezed, vagy van ott valaki, aki Balázsnak hívja? Igen, tőled. Figyelj! Hát anyan vagytok, hogy szerintem körbe kérdezzük, csináltunk már ilyet, akkor elmész, aztán megkérdezed a munkásokat. Balázs soha nem hazudna egy olyan embernek, aki olyan belsőséges viszonyt tápol a hajsütővassal, mint ő. Igen. Fodrászok a kedvenceim, igen. Na jó, van itt szól a harmadik kérdés, Morning Show-s Klassz FM-es karácsonyfa díszért. Melyik magyar író kedvenc hőse és fiktív alter egója? De szép kérdés. Esti Kornél. Mondtam én, hogy állj meg. Esti Kornél. No. Kosztolányi. Ennyi, köszönjük szépen. Mit tudok is valaz a csomag? A lopott wifi? Igen. Bocsánat, de hogy is ment élből. Hogy beszéltél, és közben elvetted a telefont a fülettől, és beütötted gyorsan? Ó, ennél sokkal jobban készültünk erre az eseményre. Leültél egy gép elé. Nem, felszálltak a kombinóra. Akkor hogy csináltad? Mondd el. Itt van mellettem a párom. A csúcskategóriás készülékével. Júj, de szép. De legalább őszinte vagyok. Na, nekem ez szimpatikus. Az első kettő élből ment. Az első kettő élből megadjuk, jó? Megvan az ajándékcsom, ügyes vagy, gratulálunk. Köszönöm szépen. Jó voltál. Jó voltál. Nagyon szépen köszönöm. Tudod, mit mondott erre Szent György Albert? Mit? Semmi. Igen. Van. Igen. És tudod, mi a vicces? Írj egy hallgató, tudod, mi a vicces Boros Lajos szó vicceiben? Semmi. Szegény. Na jó van, küldjük az ajándékcsomagot, vigyázz magadra. Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Nagyon szépen köszönöm. Jó volt veletek beszélni. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó van, gyerekek, átsegítettük. Kell ez néha, nem? A jó szíved meg a karácsony. Hát mi? A ti jó szíved. Ja, tényleg. Hát tényleg. Egyébként nincs baj azzal, ha valaki internetet használ, az nálunk itt a hármasugrásban nem tiltott. Sőt, szeretjük, ha bevallja. Ugye? Az úgy korrekt. Az őszinteség. Igen. Azt értékeljük. Az úgy korrekt. 3 perc van, pontosan 9 óra. A gyerekek, Juli teljesítette a küldetését, és elment. Várja, mert több is volt neki. Egyet elvileg teljesített, úgyhogy jön egy kis élménybeszámolóval, hogy mit talált abban a bizonyos turkálóban, ami ugye egy szexturkáló. Elmondja nekünk, mert ez volt az egyik küldetés, hogy menjen el és nézze meg, hogy mi van egy ilyen turkálóban. Azt mondta, hozott ajándékot. Ó, végül. Ó, de jó. Vedd föl nyugodtan, Juli, gyere be abba. Bizonyám. Úgyhogy meghallgatjuk mindjárt, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 12 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, Jani, hello, Feri, hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk a hét utolsó munkanapján, már-már karácsonyi hangulatban, ugye az ember akarva, akaratlanul egyszerűen magába szippantja azt, ami a városban van, az országban van, és hát gyerekek, újabb év ment el. A fejünk felett megint öregedünk, és újra itt a karácsony. Bizony. Mintha csak 3 napja lett volna a tavalyi karácsony. Döbbenet egyébként, ilyen komolyabb évfordulók, nem mint szülinap, nem karácsony, Mikulás, veszed észre, hogy most karácsonyoztál a gyerekkel, most jött Mikulás, nagyon most durva. Ünnepelted a születésnapodat, és újra, és ez így megy. Megint jön a karácsony, jön a szilveszter, jönnek majd az újévi fogadalmak. Sajnos az én újévi fogadalmam megint ugyanaz lesz, mint ami idén volt. Kevesebb ajándék, nem, több érzelem. Nem, volt egy projektem, amit megígértem nektek is, meg a hallgatóknak is, meg magamnak is, és sajnos azt nem sikerült összehoznom. Nem foglalkoztam vele eleget. Én tudom, mi ez a kézeljárás. Bizony. És ez nem fog is, hogy mi van. Nem fog összejönni, hát nem foglalkoztam vele eleget. Van még 20 napod, ne szórakozz. Nem jön össze. Ugye, csak hogy én csak a hallgatók arról volt szó, hogy mindenki megfogadott valamit januárban, és azt mondtad, hogy te mész 10 lépést
fellépést kézen állva. Uh-huh. És ezen sírtunk, hogy mindenki, ha leteszem a dohányzást, kevesebbet internet, ezek csak ilyen nagy, ja. nagy ívű fogadalmak voltak, és Jani, te mit kívánsz? Megyek tízet kézen állva. Az nagyon vicces volt. És többen kérdezik, hogy na mi van, mész kézen állva? Nem, sajnos nem. Hát hogy a testkultúra egyéb szegmenseit azért nem hanyagoltam el, és vannak is előrelépések a más vonalakon, de azokat nem fogadtam meg, viszont ezt igen, és most kicsit ciki is nekem már, hogy beégek ezzel a történettel. Azt fogom megígérni a jövő évre, ugyanezt, mint idénre, csak fél év alatt. Jó. És akkor tényleg ráállok, tényleg megcsinálom. Még nekem nem hiányzik, tehát hogyha nem mész, nekem igen. Én ugyanúgy foglak szeretni, ha nem mész. Tudod, az 10 lépést kézen állva, mert az egésznek semmi értelme. Tehát, hogy annyira nem tesz hozzá a világot. Tudod, az én világomhoz, hogy... fogadalmamnak az a lényege, hogy az nekem hiányzik, hogyha nem jön össze, és nem neked. Tehát, hogy nekem ez fontos. Jó. Hát de fia, állj a fal mellé. Én megfogom a lábad, aztán ellöklek, és akkor mész hármat, az már csak hét hiányzik akkor. Ja tényleg, megpróbálok minél hosszabban tántorogni. Hát vagy csináljuk azt, hogy talicskázunk itt a folyosón, én fogom a lábad, és egyre följebb emelem. És aztán a végén már függőlegesen leszel, és akkor hátamész. Egyébként egy pár lépést tudnám menni, csak utána elvágódsz. Igen, én meg azért talaj biztosan szeretnék menni. Mi megfogadtunk valamit? Én biztos nem. Nem, igen. Azt mondtátok, hogy szurkoltok nekem. Ez igaz. Nagyon szóval már ott hazudtunk. Igen. Hát a Ferének egyébként a félmaratont össze kellene hoznia már. Ja, hagyjál már békén, mozogni nem bírok, hát beteg, most ja, megyek. Tényleg, hát most zsibbad neki mindenhol. Hova fusson? Hát egy jó, nem azt mondta, hogy fusson, kézen áll. Zsibbad a lába. Valószínű, egy kilépő ideget nyom a csigolyája. Hagyjad már az internet függőt, érted? Aki... Futott itt egyszer, így rohangált egy kicsit, mint a mérgezett egér, hogy jó formába jöjjön, érted? Hát zsibbad a lába, találják meg, menjen súlyfürdőre, üljön. Mondja ez Balázs, akinek már a mutatóját habkövezni kell, mert annyit buzerálja az érintőképet. És telefon. Hüvelykújjal nyomom, gyerekek. Csak ja. A hüvelykúj dolgozik. Érted nagy gyulladás, mi? Csak én hüvelygyulladásom van. Találják meg tényleg, hogy miért zsibbad a lába, menjen súlyfürdőzni. Most ne futtasd, hát van elég baja. Hát érted, ez a B oldalon már az ember, itt fáj, örül, ott fáj. Hogy él, persze. Aha. Reggel fölkezd, kicsit fáj, már jó. De van az a szivacsújzós ilyen medencés torna. Azt szerintem tolhatnánk. Nagyon okos. Igen, tényleg azok a kukacok, tudod, amiket így a lábad közé veszed, és akkor hajlítod. Meg van már rendes kézisújzó is, szivacsból, és hogy megmerítik vízzel, nehéz lesz. Nagyon gyönyörű lenne. Szép kilátások ezek, gyerekek. Fogunk mi még közösen szecskába üldögélni a meleg vízbe, hogy kiáztassuk az isiászunkat, úgyhogy nincs ezzel, hogy ez csak idő kérdése. Hát ez egy állapot nem érdem, úgyhogy előbb-utóbb mindannyiunknak már így fog, ott fog fájni. De te most ne rohangáljál, te most vizsgáltatni. Jó, tehát üljek nyugodtan, persze. Legyek túl, ezen éljen túl. Barátkozzál súlyfürdőbe, kössél új kapcsolatokat. Uh-huh. Jó, mert oda legalább nem lehet bevinni a rohadt okos telefont a vízbe. Bajba is leszek majd, ha engem súlyfürdőre. Miért van már ilyen vízálló? Hát, hogy ne volna, csak nem nektek, hanem nekünk. Érted, azt ugye? Mindegy, ne is menjünk bele, nem akármozom őket, mert... Habár még bármit küldhetnek karácsonyig. Igen. Szeretem ezeket a klasszik 40-es beszélgetéseket, ez a mi van a gyerekkel, igen, és hol fáj itt, tudod, ez a két kérdés, amit egy 40-45-ös már feltesz a másik. Jól van a gyerek, család, igen, és neked is fáj már egy kicsit, át, azt nem, hova de jársz? Itt viszont, igen. Át tudod küldeni az orvosot telefonszámára. Nagyon szép, nagyon szép. Győrben a Komárom felől érkezőket mérik a rendőrök az egyes úton a Molkútnál, elég nagy kitelepülés van, úgyhogy vigyázzon mindenki. Manfán, Trafi, Fehér, Suzuki-ból. Ezt Szabi küldte nekünk, aztán a 10-es út a 63-as kilométernél súlymérés, és Almás Füzitőn is van súlymérés a szokott helyen, üzente nekünk gimnazista. Aztán M5-ös Dabasi kihajtónál mérik a Szeged felé haladókat, szép napot szervizes Józsi, és Győrszemere környéken nincs trafi, csak matrica kontrollos autó, ezt BG küldte nekünk. Bali segíts, a Homeland 4. évad 9. részénél tartok, sajnos nem találom az újabb részt. Folytatást létezik valahol, vagy csak késő jön ki a 10. rész, vagy csak én vagyok béna, hogy nem találom, írja Gábor. Hát Gábor, az a helyzet, hogy én se találom, és annyira izgalmas a Homeland, és egyszerűen nem letöltöttük azt a részt, aminek már az új résznek kellett volna lennie, de nem az volt, úgyhogy nem tudok segíteni, hát ha valaki el tudja mondani. Elmondom, hogy miért, mert kimaradt egy hét. Hoppácska. Most látom. Csak wifi, hanem sorozatfüggő is. Kimaradt egy hét, december 8-án jön a 10. rész, mert hogy mindig hétfőn jelennék meg, de most látom a appemen, hogy december 8. Akkor jön az új. Két nap 17 óra és 41 perc múlva. Egészen pontosan. Tehát akkor valamiért egy hetet kihagytak most, nincs 10. rész. Hát izé volt biztos valami ünnep Amerikában, ahol nem lehet ilyet vetíteni. Hát igen. Álladás. Az csütörtökön van. Igen. Uh-huh.
Na jó, mindegy, szóval, hogy jövét hétfőn. Épp fel akartam tenni a kérdéseket, amikre válaszoltatok. Gyerekek, a félország Homeland függő, higgyétek el, mióta beszéltünk róla. Jó, jó sorozat, az tényleg. Na, hol van a mi Julink? Gyere, Júlia! Hát utálja a Júliát? Utálja a Júliát vajon? Szerintem nem, a Júlia az olyan szép név. A Júlik utálják a Júliát. Hello, Júli, jó reggelt! Miért utálnál? Ne, szereted a Júliát is? Szerintem tök jó név. És a Júlcsit? Azt is. Azt is, jó. Amikor anyám nagyon mérges volt rám, akkor mindig tudtam, hogy a folyosó végén, vagy nem tudom, valahol megszalad, Juliska! És akkor tudtam, hogy akkor valami nagy baj van. Juliska, így hívott. Juliska! Atyaisten. De még a hangsúlyra is emlékszik, igen. Látod, eléggé beégett. Több ilyen alkalom volt, amikor a mama mérges volt? Nem, nem, én jó kislány voltam. De már elmúlt. Igen. Rég voltál. Jogos a múlt idő. Na, ugye volt egy küldetésed. Igen, és elnézést, hogy ilyen sokáig tartott, de hát annyira rossz időpontban van nyitva ez a bolt, csak 10-től 4-ig, illetve hétvégén egyáltalán nincsen nyitva. Úgyhogy nehezen jutottam el a boltba, de mivel nincsen messze a kislányom óvodájától, itt így aztán múltkor óvi előtt beugrottam. Ott sétáltok el mindig a lányoddal a bolt előtt? Nem, kocsival, de most arra kanyarodtam, megálltam, bementem, úgyhogy... Ezt kivette észre, hogy van egy úgynevezett szexturkáló, ugye ez a neve? És ez, igen, ezt te vetted észre, hogy arról filoztunk, hogy vajon mit lehet egy ilyen turkálóban kapni? Igen. Ugye? Hát, na, figyeljetek, fiúk. Hát, csak finoman. Igen, igyekszem. Szóval, hát nem tudom, hogy hányszor jártatok ilyen helyen, nyilván... Soha. Soha. Már és... ilyen típusúban nem. Turkálóban sosem turkálóban. Ne, hát a szexshopokban általában én az ember próbál feltűnés nélkül bejutni. Hát na, hogy én nekem nem sikerült. Két ajtaja volt ennek az épületnek, én meg azon próbáltam bemenni, amelyik zárva volt. Miután két fiatalember megígyezte mellettem, hogy tovább kéne menni. Ja, igen. Hát szép, tudod, amikor rettegsz, hogy lebuksz, azonnal megy, azonnal elperecelsz. Nagy a baj, mert látjuk a pánikot. Odébb sonfordáltam, bementem. Na, hát... Igen, tehát a szó klasszikus értelmében ez egy turkáló. Tehát cseréljétek ki a ruhákat gondolatban, meg a kis cipőket, meg a fehéreműket, meg az akármiket, és tegyetek oda a kazettákat, DVD-ket, nagy dobozokba. Tehát kicsit olyan volt az egésznek a hangulata, mint egy 80-as években készült szexfilmnek. Ilyen nagyon bárdolatlan volt. Tehát így beléptél, és rögtön az arcodba kaptad ott a nagy naturalizmust. Nem volt piros függöny. Nem, semmi piros függöny nem volt. Bent várt egy nagyon helyes lány, Brigi. Ilyen aki... bevagytok már, hogy Brigi? Brigi, hát Briginek elmondtam, hogy mi áratban vagyok, úgyhogy mondjon nekem mindenféle érdekes dolgokat. Brigi mondta, hogy az első 10 napban minden nap ki akart lépni, aztán lassanként megszokta ezt a munkát. És gondold el azért, ott vagy recepciós, nem? Hogy ott kik jönnek be, miket kérdeznek. Az is egy munka. Hát most egy kiló kenyér vagy egy izé. Ugyanaz. Értem, de hogy azért oda sok pervers bácsi bejárkál nyilván. Igen, nem? Hát mondta, hogy találkozott már nagyon fura figurákkal, rendszeresen megkérdezik tőle egy-egy DVD-ről, hogy ez miről szól, és hogy milyen felállásban történik benne a dolgok, mintha ő az elsőtől az utolsóig mindent végignézni. Hát egy TK-ban is megkérdezed mindig, hogy és milyen volt a film, te láttad? Igen, Halál 50 órájáról azért mondjon valamit, de azért ez mégiscsak más, nem? Hogy itt azért ez máshogy kell elmondani. A Más 50 órája. Szóval igen. Van rengeteg újság, az összes újság be van csomagolva, ezek Remitendából visszamaradt újságok, de úgy képzeljétek el, hogy 89-es Eros magazinokat is találtam. Oh, az az igazság, hogy egyébként 10 perc után beszippantott a hely, és nagyon nehéz dolgom sok volt. Sok régi emlék. Nem is ment a gyerekére az nap. Az édes nosztalgia. Szóval, hogy így elvész az ember ott a holmik között, az újságok ott, hát volt egy csomó ilyen, tényleg több 10-20 éves újságok. De akkor ezek nem használtak. Nem, ezek nem használtak, ezek le vannak fóliázva, ezek Remitendából visszamaradt. Amit nem tudtak eladni, kirakják, megvehetett. De csak hard anyagok, nem ilyen soft. Én szerintem volt, hát nem, most a szoftra mit értünk? Hát azt mondom, hogy volt. A Bálint Antónia eredeti mellekkel, vagy ilyesmi. Nem, olyat nem találtam. Aha, igen. van például egy polc, ahol csak fekete-fehér fotók vannak. De jó. Ti nem találkoztatok olyannal, hogy csak ilyen fotók így jártak? De, ott van az albumban. Csak na, igen, mindenki volt ruha, éjjjba, és csak anyámat ábrázolt a ballagáskor. Egy volt, de apámon volt nyakkendő, ingén zakó is. Láttunk is fekete-fehér fotót. No, hát itt volt egy csomó egy polc. Ez a klasszikus régi, úgymond igazán erotikus képek, amikor hát még egy boka, sok egy fenék. Nevezhető, ez csak nem erotikusnak. Nem, ez nem 20-as évek, ezek ilyen 60-as, 70-es években készült. Sőt, egy ritkán látható daguerotip a Petőfi Sándor és Szendrei Júliáról. Félreérthetetlen helyzet. Na jó, de régen az volt az erotika, tehát régen mutattak egy bokát, vagy egy női hasat, vagy ne adj Isten még egy... Hát azért 60-70-ben már ott a
Ott azért már mutattak mást is. Ez az. Nem, hogy előkandikált, hanem csúnyább dolgok voltak? Hát, nagyon csúnya fotók voltak, de hogy az is, tehát, hogy amikor fogsz egy ilyen képet, ami nyilván valami mamáról meg papáról készült, én 10 percig hangosan rögtem, tehát ott olyan felállások, pózok voltak, hogy hát nagyon mókás volt, főleg aztán ilyen fekete. Aztán mondta Brigi, hogy ezek a nagyszülei, ne röhög ki. És az a családi albumból került elő, úgyhogy. Na, szóval voltak DVD-k, és a DVD-knél már vannak fóliázott originálok, illetve vannak használtak. A használtakról azt kell tudni, hogy én például elvittem háztartásunk egyetlen felnőtt filmjét, a Kétségbeesve keresem Zsizsit című alkotást. Zsizsi? Zsizsit, igen. Zsizsi. Fogalmam sincsen, miről szól a film, de ez van otthon, és megkérdeztem, hogy mennyiért vennék be. És hát, miért vitted el? Mert be lehet cserélni. Ja, hogy elhozzá valami? Igen, a Zsizsit már megunták. Eladhatod, vagy becserélheted. De mivel nagyon karcos volt, és nem játszottál a... Nem, egyébként az kritérium, hogy jó minőségű legyen a DVD, tehát meg lehessen nézni, és mondta a Brigi, hogy hát ezért ő csak pár száz forintot tudna adni, de hogy vannak filmek, amik keresettebbek, és többet lehet érte kapni. És hát kérdeztem, hogy mik azok a keresettebb filmek. Hát mondta, hogy vannak kategóriák, amiket nagyon szeretnek és nagyon visznek. Na, mit gondoltok? Csak úgy mondd el, hogy finoman. Tehát, hogy hát mondjuk úgy, hogy a nagymama nem süteményt süt. Aha. Ne! Azért adnak azt sokat. Azt mondta, hogy Brigi... Főzeléket főz. Fasírozott a csinál. Nem mondod. Elveri a habot. Atya úristen, befőtet, te szel. Tehát Granny? Granny. Aha. A Granny filmet. Aha. És kérdeztem, hogy kik veszik, és azt mondta, hogy egyrészt vannak csillogó szemű 30-asok, akik bejönnek, és nem keresik ezeket a filmeket. És a másik korosztály a boldog 70-es. Azt értem. Tehát egy 70 éves bácsik jönnek. Azt értem, hogy egy azonos korú ember egy azonos korú filmet keres magának. Ezzel semmi baj, de azért az enyhén aberrált, amikor egy 20 éves fiatal ember keres, mondjuk ennél még sokkal durább aberrációkat is tudok, csak ezt nem tudjuk megbeszélni a rádióadásban, mondjuk egy 70-80-as Granny típusú film. Már ez is egy külön kategória. A nagymama kedvenc Granny-s kockája. Igen. Szóval, hogy a nagymama. Azt állítom, viszik, mint a cukrot. És akkor ott voltak a segédeszközök, ugye, hogy... Na, mennyit kell várjál a zsizsikes filmre, mennyit kellett ráfizetni, hogy egy Granny-t hazavigyes? Aztán végül nem cseréltem be, mert azt gondoltam, hogy nem kapnék érte elég pénzt. De várj, csak úgy kérdezek tényleg, hogy finoman, hogy ezen eszközök egyébként, és nem akarom kategorizálni, kimondani, nem is kell mindenki érti, hogy miről van szó. Ezeket te otthonról beviheted, úgy, hogy te már ezeket igénybe vetted, és vihetsz másikat, tényleg? Segédeszközöket nem. Segédeszközöket sem. Azért, az fura lenne, nem. Fura lenne, nem csak mondjuk ki. A DVD-ket. A DVD-ket te tudod csereberélni. Azokkal sem tehetsz, eladhatod, vihetsz helyette másikat, de a segédeszközöket nem, és akkor itt is jött, hogy amit dobtam egy hátást, volt egy nagy doboz, ami tele volt ilyen kütyükkel, barátokkal, barátnőkkel, Zizikkel, és kérdeztem, hogy hát mi, mert hogy egyébként ilyen 500 forinttól 1500 forintig terjedt a kategória, és tudjuk, hogy, vagy hát tudható, hogy ezek sokkal többe szoktak kerülni, és mondta amit vettél a múltkor, az drágám volt, világos. Igen. Mondta a hölgy, hogy selejtesek. Tehát arról van szó, hogy sose zizeget, sose működött, csinál, mondjuk sose ezt. Működött, igen. És, de hogy nem hiszem el, hogy 2-3 nap alatt mindig ki szokott ürülni ez a doboz, ugyanis elviszik, hazaviszik és megjavítják. Te jó, kis kézműves. Igazi profi. Nagyon aranyom, készhezem, jövök mindjárt. Így van. Működik. Ha ennyi. Előtte annyira megjelent, hogy ott van a törött zsebrádió, és mellette a fólasztó pálkában. Igen, a kis pálka. Apa dolgozik a karácsony ajándékon. Igen. Abban szeretném a segítségüket kérni, hogy meg tudnának javítani. De ez komoly? Tehát akkor hazaviszik, és vagy adott esetben felturbozzák, vagy ilyesmi? Azt, hogy mivel turbozzák, én nem tudom, hogy otthon de mennyivel olcsóbb, mintha veszel egy eredetit. Sokkal olcsóbb. Tehát hazamész és megcsinálod, tényleg egy kis forrasztópálkával, némi onnal megcsinálod, beraksz két nyákot, egy diódát, egy ledet, egy... Ha kevesled a két ceruzát, hozzáraksz két góliátot az oldalára szikszalagot. És ezeket elviszik megjavítani. Megjavítják, igen, akkor van egy csomó olyan, ami mondjuk a csomagolása sérült, és van egy csomó olyan, ami már kiment a divatból. Mert valaki foggal tépte fel, vagy? Nem, hát mondom, biztos szállításkor. Ki kiment a divatból? Az megnevezhető, hogy mi vagy nagyon durva? Hát... Mondom, szájról olvasva, és akkor megpróbálom. Nagyon durva. Értjük, de furánhatott ez a szádon, Juli. Ez nem mond ki. Tehát vannak eszközök, amik már kimentek a divatból. Igen, és egyébként ez is érdekes, hogy ennek is megvan a divatja, nyilván, hogy most már vannak a ledes, pittyegős, akármi villogós, akármik ezek, meg még a hagyomány. De vajon ki szereli meg gyerekek? A papa szereli meg, vagy mama szereli meg, mert vannak mamák, aranyosak, egyedülálló nők, akik egyedül élnek, de mondjuk nincs pénzük megvenni. Megszereli egy nő saját magának, ahol nincs papa. Fölkapja a pajzsot, aztán...
Igen, forraszt, sok heggeszt, nem egyszerűen forraszt, heggeszt, zárt szelvények. És ezek leértékelt? Ezek le, igen, le vannak értékelve, aztán vannak teljesen normális csomagolásban abszolút használható holmik, amik szintén rajta maradt mondjuk egy kereskedőn, és akkor elviszik, állítanak, van valami lerakat, és akkor ez a bolt ez onnan vásárol. Aha. És van egy csomó ruha nemű például, kis jelmezek. Kis jelmezek, igen. De ami... ezek fehér neműk használtak? Nem, ezek se használtak, de mondjuk van rajtuk egy szakadás. Ja, értem, tehát hogy anyaghibás. Így van, tehát hogy azt már ő nem adhatja el teljes áron 6-7 ezer forintért. Na mi van? Ja, semmi, tudom, hogy hol van a szakadás. Nem ott van a szakadás. Ja, hogy ez gyárilag van beleépítve, én meg azt hittem, hogy elszakad. Aha, na, SX-es méretben van, mert... És mik a népszerű kikellik? Milyen jelme? Azt kérdezted, hogy miket kölcsönöznek, milyen jelmezeket? Piroskát visznek, farkast igazából visznek, vadászt. Tudod, a legközhelyesebbek, tudod. Tini Ninja Tektőt. Mondjuk, ahhoz nagyon betegnek kell lenni. Elvitték Raffaellót, meg Michelangelo-t. És kopog a páncél, miközben. És kértek még két tonfát. Nem, gyerekek, ez a beöltözés, ez például tőlem nagyon távol áll, én nem is nagyon értem, hogy ez mi. Tehát én egy vadászkalapban, egy ilyen stűszi vadásznak ott fölöltözve egyik, és műpuskával ott a vállamon szolgáljam a feleségemet. Ez nem távol tudom. Áll, de kénytelen vagy csinálni. Tudjátok, hogy utálom? De a börtért gatyát. Igen, de hogy hát miért már népszerű? Beszélünk erről? De ott nincsen olyan, hogy mi a népszerű, mert ami van, azt veheted. Tehát, hogy ők nem nagyon, tehát nem arról van szó, hogy akkor van egy népszerű termék, és akkor abból beszereznek négy különböző méretet. Na jó, de hát azt lehet tudni, hogy az A verziójú jelmez egy nap alatt megy el, a C verziójú az meg egy hétig. Hát én azt gondolom, szerintem vannak ott ilyen rendszeres visszatérő vendégek, akik megnézik, hogy mi a kínálat, és amit van, azt megveszik. De... Mire csillant fel a szemed? Volt valami tényleg, ami azt mondta, hogy ezt fölkapnád? Volt ott egy rózsaszín, hát egy ilyen szobalány ruha volt, azt hiszem, ilyen kis cukiság. Csak kis szobalány ruha. Otthon van az már, gyerekek. Igen. Otthon van az már. Majd. Ha megvan. Szerintem te abban már háromszor kitakarítottál, Juli. Ha érted, mire gondolok. Szóval az jó, de ez egy jó kis helynek tűnik. Jó pufa, szóval mondom, tehát az igazság, hogy engem nagyon érdekelt, meg nagyon tetszett, és ráadásul azt hiszem, hogy iszonyú sok pénzt el lehet ott csapni, mert hogy viszonylag olcsó a termékek, bármit veszel, az ilyen 3-4-500 forint, tehát hogy úgy azért ott bevásárolhat az ember. Ez azon gondolom, hogy nem is hagyakodtunk már, kinek lehetnék ott valamit karácsonyra. Én pont ezt gondolkoztam, én még senkinek semmit nem vettem karira, de fejben megvagyok. Csak az elhangzás alatt. Egész család megvan, úgyhogy megyek és vásárolok. Beteg vagy nem beteg dolog egy normál házasságba ezeket bevinni? Szerintem nem. Ha ezt egy négy fal között csinálod, ott mindenki úgy csinálja, amit őt kielégíti, tetszik neki, felizgatja, semmiféle beteg dolog ebben nincs. Beteg akkor, ha más rovására csinálod, hogy ő ebben nem egyezik bele, neki ez rosszat okoz, fájdalmat. Miért lenne beteg? Ha két ember közös megegyezésen egymás örömére csinálja, hát abban semmi beteg nincs. Még akkor sem négy kéz láb, hogy sétálsz valahol. Tehát, hogy hogy megy anya haza, amikor ezt így szeretné bevezetni, hogy még valamit vegyünk be az esti buliba? Figyelj, hát kikészíti az ágyra. Amíg te zuhanyzol, amíg kikészít az ágyra, mész a szobába, és ott a kalauz jelmez. És azt mondod, jó, hát ha ma kalauz is fölöltözöl. Ez az új pici drága. Jó, hát ha a BKV ellenőr, persze. Nem, hát azt szerintem megbeszélik, nem? Tehát, hogy hiányzik valami, mi lenne az, hogy csinálnánk, ki szerzi be. Tehát ez egy ilyen közösen. Már jó a játék is, amíg eljutsz idáig. Nyilván igen. Hát ez tök jó, hogy erről két ember tud beszélni. Ez már egy közös pont lehet, hogy elkezdik ezt megbeszélni. Nem? Hát. Uh-huh. Nem tudom, jól adjad már. Te kis rózsaszín baby dollos, te. Viszont hoztam nektek vásárfiát. Na. Jaj, de jó, remélem kikapos Uruk-Hajork jelmez. Mondható? Tehát adásba beemelhető. Aha. Finom. Hát, jó. Bármit igen. Láttok? Szép zacskó. Mármint a csomagolás. Hát közeleg a karácsony. Nagyon jó. Aha. Ki akarja kibontani? Titok karácsony. Nem volt drága, 380 forint. Nem, ez 500 forint. 500 forint. Úgy mondtam, hogy mindenki láthassa. Úgy fogalmaz, hogy mindenki én nem hallhassa. Nem mondok róla semmit, te jössz. Te jó, hogy te fogod meg Feri. Ki tudja, kinek a kezében volt. Egy piros kis tartó szerkezet, a végén egy kis húszkával, csúszkával, aminek a tetején egy gyönyörűen feldíszített karácsony. Hát jelen pillanatban ezt most még a Beninek simán odaadnám. Aha, jó. Aha. És akkor Beni így megfogja a két ujja között, és a hüvelykujjával ezt a csúszkát megnyomja.
Ezt a gyökérséget, ez mi? Mondom, hogy mi már történik. Már úgy értem, hogy mi, csak hogy így... Elkezded nyomkodni, egy ilyen rugó hajtja, és a fenyőfa szétnyílik, és a pörgéstől, ahogy szétnyílik a fenyőfa, középen megjelenik valami. A meglepetés, és akkor ennél többet ne is mondjunk, majd feltesszük a Facebookra. De a pörgés ez egy ilyen vicceskedő történet. És az Instagramra is egyébként, igen. Aha. És hát ki kapta ezt, Juli? Hát bármelyikőtök, aki akár te, de szóval, aki szeretne vele játszani. Azért a szerkesztőségünkben már van egy pár ilyen cucc, amivel itt szoktunk így asztalon játszani. Csak mondom, hogy egy bolhapiac előre simán ráfuthat a gyerek úgy, hogyha nincsen meg az eredeti csomagolás, hogy oda megy. Nézd, agyé, mi ezt? Megnyomkodja egy szerkesztőségnyerék, és utána pedig a gyerek egy életre. Sokkot kap. Igen, egy életre sokkot kap, és utána évekig fog járni még pszichológushoz. Ezt egyébként Brigi küldi nektek. Ezt jó, mindjárt kérdezzük az Instagramra. Ez pedig az én ajándékom. Emlékszem, hogy egyszer volt egy kisvakon mesefilm, Balázs, ami nagyon ki voltál akadva, mert a kisvakon barátnője megszült. A nyúl szült, és a kisvakon levezette élőben a szülés, aztán elolvastam, hogy a szerzője totálisan pszichodelikus volt, és LSD-zett, konkrétan a kisvakon írója, és akkor megnyugodtam, hogy szóval talán ezért ennyire beteg. Szóval azt gondoltam, hogy te akkor biztos az animációs filmeket nagyon kedveled. Ne! És mit hoztál? A 70-es évek legjobb rajzfilmjei. Abban a kategóriában. Tehát átdolgozva. Ez sem mindegy, hol rakjátok a polcon, kiknek a filmjei közé. Igen, apa, mit nézzünk? Találtam egy új DVD-t. Ezek a legnépszerűbb rajzfilmek, átdolgozva, hát egyfajta más kiadásban. De jó, ez volt, nagyon menő. Volt egy nosztalgia film DVD is, ahol archív filmek jeleneteit vágták össze, pont a 20-as évek néma filmjeiben időszakában készült szexfilmeknek a jeleneteit rakosgatták egymás után, és Brigi mondta, mert hogy abba állítólag belenézett, hogy azért kicsit zavaró, mert hogy egymás után jönnek jelenetek, nincsen nagyon hangjuk, csak így egymás után vannak dobálva ilyen jelenetek, és hát így az ember nem nagyon tud vele mit kezdeni. Hát érdeklődve várom egyébként, hogy majd erről mit mondasz. Csak benne rakjam a Benny Verdás DVD-i közé. Azért. Apa, ezt nézzük. Vizipók, Verdák. Igen, vagy valami új. Apa, így neveld a sárkányodat. Igen. Na, szóval egy jó kis bolt ez akkor. Nekem meg az acskót osztak. Majd nem fogok bele tenni. Nem, figyeljétek, ez a közös ajándék, használjátok egészséggel mindent, úgyhogy legközelebb meg ágymozi. Ja, ha legközelebb az ágymoziba mész, helyes, menjél. Jó, akkor szenteste összejövünk és megnézzük. Gyerekek, én nekem az ajtóm előttetek minden szenteste nyitva, csak soha nem jöttetek még. Tudjátok, hogy ott filmesztelenkedés van és mese DVD nézés. Okay. Aztán legyen a drága Carpiton. Na jó, van, Juli, köszi, hogy elmondtad. 9:30 múlt pontosan 5 perccel jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:45 lesz pontosan, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát Juli egyik kis ajándéka fent van az Instagramon, nézzétek meg gyorsan, amit nem veszik. Amíg fel nem ismeri egy robot, hogy itt valami olyan tartalom került fel, ami nem biztos, hogy felkerülhet, és leveszik. Úgyhogy a kis karácsonyfa, ami szétnyílik, és valami egészen más lesz belőle. Ki játszik vele a legtöbbet? Gyerekek kezében nem való, a Klassz FM Morning Show Instagram oldalán már fent van. Csak hogy érezzétek, hogy miről beszéltünk. Ha... Egyszer megcsináljuk témában egyébként fél komolyan ezt a dolgot, hogy szerintem azért erről lehet beszélni úgy, hogy az ne bántson meg, ne sértsen senki, tudunk erről finoman beszélni. Hát, hogy mi történik, amikor már fel kell dobni, hogy dobod föl, mit csinálsz, bevállalod, de mi van, a másik nem akarja, tényleg lerakod a kalauzi elmezt az a köntöse mellé. Hát, ha veszi a lapot. Beszélgetsz vele, felsült próbálkozások, rosszul elmondott dolgok, sértődések, veszekedések és piroska jelmezek felvétele. Tehát ez érdekes téma, ugyanakkor nyilván sok mindenkit foglalkoztat, és álszentség erről nem beszélni, hogy mondjuk 10-15 év után, 8 év után, 10 év után mit vetsz be, hogy beszéled meg a másikkal. Érdekes dolog szerintem. Szerintem teljesen jó kikészíteni a rendőrnő ruhát neki, te meg bemész ugye csíkos pizsamába. De most ezek ilyen nagyon sztereotíp dolgok, miért? Hogy a rendőr és akkor megbünteti a rabot. Tehát, hogy... Hát üntesse csak már. De most nem a végkifejletre gondolok, hogy mi történik, mert tudjuk, mi a vége. Hanem amit te kérdeztél, hogy effektíve hogy indul el két ember között, akik mondjuk 15 éve vannak együtt, és asszonyka azt érzi, hogy valamit lehetne tenni. Vagy a férfi érzi. És nem mindig az legyen a megoldás, hogy egy harmadikkal
tesszük magunkat boldoggá, és megcsaljuk az illetőt, és szeretőt tartunk, hanem kvázi, hogy mented meg, hogy próbálod. Szerintem sok embert érint, és sok embert érdekel. Nem maga a befejezés, igen, hanem maga az út. Hát nem merek erről beszélni, mert hogyha bevallják, akkor ez egy picit így a saját személyes kudarcuk. A sima szexualitásról sem mernek beszélni az emberek, szerintem egymás között nagyon kevés pár van, aki arról őszintén tud erre, meg hogy ilyen szintre tovább lépje, az meg még ritkább. Ráadásul nagyon nehéz a dolog, mert mindig félreértés van. Tehát, hogyha egy pasi veti föl, akkor a nő... Már nem kíválsz. A nő magára veszi. Közben a pasi nem azt mondta, hogy veled van a baj, hanem azt mondta, hogy újítsuk meg. A nő önérzetes, magára veszi, befordul a fal felé, megsértődik, rosszabb, mintha nem is mondaná semmit. Ha egy nő veti föl, a pasi kezd el az önérzete, a paranoiája miatt gyanakodni, hogy már nem elég. Közben nem erről van szó, hogy nem elég. Nem arról van szó, hogy valaki mást kíván az illető, hanem veled szeretné megbeszélni, hogy hogyan lehetne ezt jobbá tenni. Ez egy érdekes élethelyzet szerintem. Csináljuk majd egy témát. Akkor tényleg nem elég, nem? Ha ezek kellenek. De nem. De szerintem ezt, na, ezt akkor majd megbeszéljük. Ez érdekes. Beszélgessünk majd egyszer erről. Hát nézd, már nem úgy, hogy mindenképpen üljetek le, majd mondjátok el, hogy mire jutottatok itt ketten. A BKV jelmezre. Oda jutottuk el a BKV jelmez. Na jó van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Kínában betiltják a szóvicceket, és mi felhívtuk a szóviccek nagymesterét, ami drága Boros Lajosunkat, hogy egy kicsit megkérdezzük, hogy van, mit csinál, mennyire fárasztotta a környezetét a szóviccekkel, és használ-e még szóvicceket. Lajossal nagyon jót beszélgettünk 8 óra után, szerettük, hogy itt volt velünk, nem? Már elmondtuk, hogy veled vagyunk. Így van. És beszéltünk korra reggel a wifi-ről is, mert hogy a kombinón tervek szerint... Tényleg a függőségedet akarod nyomni még a hallgatókra, hogy hát, a best-of-ba is ez van. Nem. Hát a vita, nem az én függőségem, a vita. Hogy ugye vitatkoztunk arra, hogy egyáltalán jó-e az, hogy ennyi helyen van wifi, kell-e wifi, és hogy mi történik azokkal a fiatalokkal, akik már ennyit interneteznek, és hát a kombinón is lesz wifi, tehát ti azt mondtátok, hogy vége a világnak, én meg azt mondtam, hogy hajrá, ingyen wifi. Azóta már telefonálgatott egyébként a fővárosi önkormányzatnak is Balázs, hogy hát ha esetleg a kombinók jöhetnének erre is, mert hogy akkor útba esne nekik, hogy régi pénzverde épülete is, és akkor jöhetne villamosal idáig, és wifi-zhetne. Vagy tudnám lopni autóval a kombinó mellett egészen idáig. Na, szóval, hogy ezekről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 7 perc múlva pontosan 10 óra. Mit csinálsz a hétvégén? Wifizgetsz? Hát, gyerekek, töltögetek ezt-azt. Megnézek, mi a helyzet az Instagramon. Igen, ahol már 16 ezeren vagyunk. 17 ezeren lassan? Mennyien? 16 ezeren? 16 ezer. Hatalmas. 17 felé. Hatalmas baráti társaságban már az Instagramon. Nem rossz, nem rossz. És Juli Nász ajándéka, a pörgő fenyőfa is. Nász ajándék. Vagy hát... Nász ajándék, karácsonyi ajándéka. Tejfakasztó. Így van. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Volt egy ilyen történet, az Garami mesélte nekem, hogy ment két srác az utcán, nagyon hosszan, egyenesen mentek egymás mellett szó nélkül, hangtalanul, és az utca végén egyik jobbra, másik balra összeöklöztek, és azt mondták, csá, majd dumálunk a fészen. Hát, és úgy mentek egymásnál, hogy nézték a telefonjukat? Nem szóltak egy büdös szót sem egymáshoz. Aha. Tehát hátulról látta a Garami a történetet, de hogy senki nem szólt semmit, majd amikor elváltak, azt majd dumálunk a fészen. Nagyon jó. Ott lehet dumálni, érted? Szemtől szembe nem jó. Büdös az ember szája. Jaj, ne legyetek már ilyen papperok. A mi szüleink is azt mondták, hogy a mi generációnk milyen fura, mert szakadt farmerba járt. És a nagyapáink azt mondták, hogy az anyáink milyen furák, mert Woodstockba járnak, és nem tudom, mit csinálnak. Mi most elkezdjük ezt a papperos, milyen furák a mai fiatalok, mert nem beszélgetnek, nem lógnak a nem csak mondom, ilyenek. Hogy ilyenek. Hát gyerekek, ők használják a közösségi médiát, ott élnek, ott laknak. Nem biztos, hogy jó, de hát ilyenek. Hát mi is elkezdjük ezt a, jaj, ezek a mostani fiatalok, mi mennyire mások voltunk. Hát ugyanezt mondták ránk is, hogy mi mennyire mások vagyunk, mondták ezt a szüleink, hogy ők mennyire mások voltak, nem? Hát most ne nyomjuk ugyanezt a saját generációnkra, vagy a fiatalok olyan furák, hát lógnak a fészen. Hát lógjanak, hát most... Ne lógjanak. Tessék, látod, Feri nem lett más, mint a szüleim. Érted? Akkor lógjanak, amikor értelmes dolgokra használják. Tehát például a Morning Show Facebookon megnézni a hétvégi na, receptet. A recept megnézése. Érted? Az jó. Tehát azt támogatom, arra kell. De beszélgetni meg... Értem, én nem mondom, hogy nem fontos. Persze, beszélgessenek. De hát ez a Facebook, ez a fajta közösségi média, és ennek a használata, ez velük jön. Ezzel mi vagy felveszük a versenyt, és megértjük, és tudjuk használni, illetve neveljük őket, hogy használják, vagy elmennek. Hát ez a lényeg, hogy meg kell tanítani használni. Nekünk is meg kell tanulni jóra használni. Tehát nem csak fröcsögni, és nem tudom a legrosszabbat kiposztolni, hanem használni valami jóra.
Hát én még nem mindig jövök rá, de azért előbb-utóbb én is beletanulok. És remélem, hogy majd a gyerekeimet is meg tudom tanítani. Balázsnál értelmesebben, összefogottabban, logikusabban senki nem érvel soha a saját igazam ellen. A saját vélt igazam mellett egyébként, igen. És nem, egyébként te fenn vagy a fészen, nem? Nem de vagyok több névvel is. Nem, több névvel is, de egyik sem vagyok. Én nem facebookozom, és az Instát is arra használom, hogy nem közös családi kép, nem kisgyerek, nem beteg dolgokat teszek ki, abba fogom azt fenn mondni. Például egy fenyőfát, amit ha megnyomsz, akkor lesz belőle. Akkor szétnyílik, igen. Az Instagram viszont, aki lájkolja, az szereti, az ott megtalált plusz tartalmakat. Mi a recept? Tóth Gábor öröme. Na. Csak így nevezzük a mai receptet, illetve csak a feléig, na. Mert ő már beszélt két arról, hogy... Két zsoros a kocsit öttél. Szegény Gábor, ne bántsátok már. De jó. Olyan jó ember. Ne, ő ugye kampányol amellett, hogy a zöldségeket azokat akkor együk, amikor éppen szezonja van, de ha már ez nem megvalósítható, például a spenót az egy tavaszi zöldség, akkor fagyasztással az a legkíméletesebb módszer, úgyhogy spenóttal fogunk operálni ma, gyerekek öröme is, mert hogy hogyan eteted meg a spenótot a gyerekkel akciónk. Idáig megvagyunk Tóth Gáborral, és itt adom meg a gyönyörű döfést neki, mert egy csodálatos diós disznó van hozzá, disznósült. Diós disznó. Érted? Tehát amikor a Gábor már ezt átveszi, hogy Istenem, ez a Feri, ez csak megjavult, akkor így puff, itt szó. Most letörölte az izzadságcseppeket a tweet zakójával, tudod. Igen, ebben a pillanatban ráborult a kormány. Disznóval, úristen. Így is van, sertéssült, akkor így mondjuk szépen, csak mi vidékiek őt így nevezzük, hogy disznó, a burgonyát meg úgy hívjuk, hogy krumpli. Jó van. És fönt van már a mi Facebookunk. Ott van, le van sütve, le van fotózva, csináljátok, nézzétek, süssetek. Így van, és Wi-Fi-vel pedig ezt ingyenesen tudod, ugye nem kell fizetni az adatforgalomért. Igen, tehát a Wi-Fi. Mennyei muzsika. És az Instagramot, az új posztot ne hagyjátok ki. Tényleg. Klassz FM Morning Show. Ennyi. Így van, találjátok meg minket. Hívjuk a naphallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show jövő az ajándékcsomag. Na? Tedd föl a pultra, és akkor már hallani fogod, hogy mi történt. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kell. Köszönjük. Nézd, milyen kultúrák. Nagyon, nagyon helyes. Van embered? Hello! Csabi, Jani. Hello, Feri, Balázs. Ciao, Morning Show. Szia. Hello. Át nem mondtad. Hát nem mondtam. Nem. Hát hallottam, hogy török meg a rádióban is, csak hogy valami hivatalos ügydalot neki ilyenek néznek, hogy azt mondom, hogy Morning Show. Hát pedig ennyire kell bátornak lenni. Hogy hívnak, nem írtad alá? István vagyok. István, hello István, jó reggelt. Írtál nekünk egy nagyon helyes kis SMS reggel a kombinós, Wi-Fi-s kombinóról beszélgetünk, azt írtad, Bali, ne hallgass az öregekre, szabadítsuk ki Wi-Fit. Szellemes volt, jó volt. De jó. István, hát sajnos. Két témákhoz is kapcsolódott. Hát, igen, egyébként hát, így van, a wifi legyen mindenkié. Ez egyébként abszolút így van. Jól van, köszi, ciao. Köszi, csajnáljuk. Hello, hello. Csabi kámere, meg zenék? Készülünk 2015. júni 6. hó 7-ére, már most. Mi van ott? Akkor jön a One Republic Magyarországra, szerint az utóbbi idők egyik legjobb csapata. Tudjak addig aludni. Na. Már van is ott van program. De nem fogsz tudni, mert valahogy hallgatod, hogy mikor jön végre az I Leave. Ez aha, most a legfrissebb klasslágerük. A mindenit. Hát akkor ezt is meghallgatjuk. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, itt tudok tőle dalt kérni mindenkinek. Nagyon szép hétvégét, vigyázzatok magatokra. Jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.